Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivolszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Vendégévadunkat. Múlt héten Nagy Szabolcs volt itt, hogy bepótolja velünk egy vakfoltját, amely az Andrej Rubjov volt, és most hálából azért, hogy megküzdöttünk azzal a három órás eposszal, meg azzal háláljuk meg ezt, hogy Szabolcs egyik kedvenc filmjét nézzük meg. Szia Szabolcs, áruld el nekünk, mi ez a film? Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és a választott filmem, a kedvenc filmem 2006 óta töretlenül és változatlanul a Verdák első része, és egyetlen része, inkább így mondom. Na, Verdákat választottam, nagyon szeretem ezt a filmet, és borzasztóan örülök, hogy mindkettőtöknek ez vakfolt volt, ez számomra egy ilyen sokkoló pillanat, de hogy nagyon örülök ennek, hogy ez megtörténhet. Nagyon izgatott vagyok. Igen, ugye nem is olyan régen egy másik vendégünk, Földi Gábor Fega is Pixar filmet választott, ő a Toy Story 2-t hozta a kedvenc filmjének, úgyhogy még egy vendég kell, aki Pixar filmet hoz, és ugye három az már egy trend. Hát meg ugye azért is nagyon fontos, hogy erről beszélünk, bocsánat, hogy itt a szabadba vágok, hisz arról szólt az adás elejé Pixar elemzés, hogy a Cars az mennyire egy nem jó film. Úgyhogy most itt nem azt mondtuk, hogy nem vagyok. Jó, hanem az, hogy így ki lehet hagyni. Annyi hangzott el. De is láttátok, vagy most már láttátok, de akkor... Úgy tűnt, hogy ki lehet hagyni, ez volt a pontos De hogy azért definíció. Vagyok itt, ilyen apologéta vagyok, ilyen hitvédője vagyok ennek a filmnek most. Hát akkor most az a kihívás, hogy sikerül-e olyan mélységeket elérnünk, mint az Andrej Rubjov elemzése kapcsán. Hogy igaz volt, hogy megérdemli ez a film ezt a, nem tudom, kiemelt szerepet az évadban? Meg. Jó, jó. Mesélj egy kicsit nekünk arról, Szabolcs, hogy ezt mikor láttad először, hány évesen, milyen körülmények között, és így először miért fogott meg téged ennyire pont a Verdák? Egyáltalán akkor már a többi Pixar filmet láttad-e, vagy ez az első között volt, hogyha erről egy kicsit tudsz mesélni nekünk? Hát én gyerekként láttam, vagy hát 12 éves voltam, 2006-ban, tehát akkor, mikor kijött Magyarországon, akkor láttam moziban, ha jól emlékszem, édesanyámmal és egy barátommal néztük a Győri Cinema City-ben, a Győri Plázában, és emlékszem, hogy nagyon tetszett, annyira menőnek éreztem, annyira menőnek láttam, hogy tehát, hogy tudod, mikor így kijössz a moziból, és akkor így úristen ez az. És ezt így nagyon megszerettem benne, és a mai napig így egyébként így vagyok vele, vagy hogy így ezt érzem mindig, mikor megnézem, vagy rágondolok, vagy róla beszélek, hogy így nagyon jó érzéssel tölt el ez a film. És ez az, amit megszerettem benne, nem is inkább a részleteket, és aztán ugye... főleg már a kettővel egyébként, de hogy így Magyarországra is bejött az, ami egy ilyen nemzetközi trend, és szerintem egyedülálló egyébként a Pixar kapcsán, hogy ugye kifejezetten a marketingnek egy ilyen zászló, tehát a Pixar marketingének egy ilyen zászlós hajója lett a Verdák és a Verdák univerzum, hogyha ilyen 5 évvel ezelőtti gyerekeket láttok, de akár még kicsit most is, mindenkinek ugye ilyen verdákos hátizsákja van, meg tolltartója, meg mindenféle ilyenje, és ugye én addigra már gimnazista lettem, tehát hogy ez engem elkerült, meg én láttam moziba a kettőt is, és az egy ilyen óriási csalódás volt, és nem is amiatt volt csalódás egyébként, mert hogy nem tartom annyira jó filmnek, hanem azért volt csalódás, mert hát ugye nem a Verdákról szól a második rész, igazából az egy Matuka film, egy kém story, egy James Bond film, amit a Pixar James Bondként akart megcsinálni, és a Matuka
főszereplősével, aki a Tom Mater, nektek mondom, ugyanis ti a... Jól, igen, mert ugyanis kedves hallgatók, itt átveszem a vezető szerepet, András és Péter, ők eredeti nyelven látták a filmet, én pedig mindkét nyelven láttam, és én főleg a karakterekre magyarul fogok hivatkozni, de ezt mindig igyekszem odafigyelni, hogy angolul is el legyen mondva. Na mindegy, csak azt akartam befejezni ezzel a gondolattal, hogy és aztán láttam a harmadikat is moziban, szerintem kétszer láttam a harmadikat moziban, és még egy nagyon hozzátartozik a rajongásomhoz, vagy egy ilyen szeretetemhez, hogy volt egy videójáték az első játékhoz, ami egy open world autós játék volt, és az eredet, tehát, hogy a eredeti szinkronhangok, tehát hogy ugyanúgy az Owen Wilson, ugyanúgy a Paul Newman, ugyanúgy a, tehát hogy a teljes stáb visszatér erre a videójátékra, és az első verdáknak a sztoriát követi, hogy milyen az élet kipufogó fürdőben, tehát Radiator Springsben, azután, hogy a Villan McQueen, a Lightning McQueen ő oda helyezi a székhelyét, és ez egyébként nagyon alulértékelt viget, vagy nagyon alulértékelt játék, és én ezzel borzasztóan sokat játszottam ilyen kora gimnazista koromban, és ez így nagyon megpecsételte ezt a szeretetemet. És aztán úgy került kiválasztásra egyébként a film, hogy nem szeretem azt, hogy kedvenc film, vagy hogy van kedvenc filmem. Szó volt itt az adás témájáról, én Andrásnak átküldtem egy 20-as listát, hogy na ez az a 20 film, ami mondjuk rám nagy hatással volt, vagy amit így fontosnak tartok az életem szempontjából, és akkor András egyből visszaírta, hogy Cars, én meg akkor írtam, hogy yeah. Úgyhogy ez az én történetem. Engem meg se kérdeztetek. Hát annyi, hát hogy visszaírt, és akkor ez egy ilyen baromi hülye ötletnek tűnt, hogy hát most azért a Vak volt, ez egy komoly podcast, nem komoly filmekről kell itt beszélni, és igen. Jó, ez. No. És ott már annyira eldöntöttem, hogy ott már nem ti számítottatok, hanem a film, bocsánat. Azért tegyük hozzá, hogy a 20-as lista az számozott volt, tehát rangsorolva volt 1-től 20-ig, és az első helyen volt a Cars. Sőt, az 1-től 19-ig a Cars volt, és a 20-dik az a Cars 3, igen. Nem, ez amúgy az a lista volt, amit a Ron Howard hirdetett meg, nem tudom, emlékeztek-e pár évvel ezelőtt, hogy rakják ki 20 jelenetképet, de ne írt oda, hogy mi volt, melyik filmből van, és akkor a Cars-nál azért elég egyértelmű, könnyen ki lehet találni, hogy melyik film, és akkor ezt a listát küldtem el, és akkor erre bökött rá András, és ez magával ragadott. Amúgy én nem tudnék ilyen 20-as listát összeállítani, ez túl sok. Te nem csináltad ezt meg akkor? Én eleve utálom az ilyen listákat, tűtelem meg minden ilyen mémet, ami megy körbe, és mindenki ugyanazt tűteli ki, ezekből mindig kihagyom magam. De tényleg nem, tehát túl sokat tépelődnék rajta valószínűleg, hogy egy 20 filmből álló listát összerakjak a kedvenc filmjeimmel. És még ráadásul válasz ki mindegyikhez egy képet, és csak egy képet választhatsz ki belőlük. Igen. Egy képkockát. Ja. Nekünk meg akkor Péterrel ez most volt, ahogy Szabolcs felvezette első nézést. Azt hiszem, hogy beszéltünk is erről, sőt, biztos, hogy beszéltünk is erről, hogy ez olyan film volt, hogy így Pixarok közül ez kihagyható. Nekem mondjuk ugye még alap Pixar filmek is kimaradtak, tehát hogy nálam szerintem annyira nem meglepő, hogy a Cars az így nem került látótérbe, de azért Péter, te így a legtöbb Pixar filmet láttad. Igen. És akkor ezzel együtt mégis úgy érezted már akkor 2006-ban, hogy a Cars az így kihagyható? Arra emlékszel, hogy neked így ez így akkor meg volt? 2006-ban 20 éves voltam. Enough said. Az nem jelent semmit. De... Szerintem ezt megfelelő életkorban kell látni, vagy akkor sem biztos, hogy érdekel. 12 évesen. Igen. Ennyi volt az oka, szerintem, hogy értem. Mondtam, tényleg. De te, András, emlékszel arra, hogy mikor ez kijött, akkor te hogy voltál? Nem, abszolút nem. De én a 2006 környéki Pixar filmeket is csak jóval később, szerintem majdnem mindegyiket egy 12-13 évvel később néztem meg, az Incredibles is nekem is így, az Incredibles, a Ratatouille, ezek biztosan így az elmúlt 5-6 év pótlásai,
A Wall-E-t azt hiszem, hogy megnéztem akkoriban, az ugye 2008-as film. Nagyon, igen, az egy kategóriával komolyabbnak tűnt. Igen, igen. Némo nyomában? A Némo nyomában meg volt akkor, igen. Tehát, hogy pont a Némo meg a Wall-E közötti filmek voltak, ahol én valahogy így nem foglalkoztam a Pixarral úgy egyáltalán. Tehát nem is nagyon rémlik az, hogy ezek úgy feltűntek volna. Nyilván tudatában voltam ezeknek a filmeknek, de az egy ilyen homályzóna volt akkoriban, ugye én és a Pixar közös történetünkben. Pedig szerintem a Pixar már akkor is egy intézmény volt. Abszolút, persze. Abszolút, persze. Igen, de ezt gyerekként is érzékeltem, szóval, hogy nekem az a szerencsém, vagy az volt egy ilyen jó dolog, hogy én akkor voltam gyerek, és már olyan gyerek, aki így, ilyen moziba járó gyerek, akik így végig mehettek ezek az ilyen késő 2000-es évek nagyobb Pixar filmjeim, vagy 2000-es évek nagyobb Pixar filmjeim, mint egyébként a Némo nyomában, az Incredibles, tehát a Verdák ilyen esetben, és akkor nekem egyébként vannak ilyen, csak hogyha már erről beszélünk ilyen Pixar kapcsolatról, hogy nekem azért vannak ilyen óriási kimaradásaim a Pixarral kapcsolatban. Akartam kérdezni, hogy te is olyan komplettista vagy-e, mint Fega? Nem, ez egy ilyen furcsa dolog, én ugye sokszor voltam beteg gyerekként, és akkor ugye az volt, hogy akkor meg ott otthon voltak az ilyen mese VHS-ek, és akkor én ezeket non-stop azt néztem. És akkor az egyik ilyen állandó film volt a Mici Mackó, ez az ilyen klasszikus Mici Mackó film, mikor össze vannak fűzve a történetek, és a Sinkovics Imre ilyen gyönyörűen narrálja azt az egész történetet, tehát hogy ezt borzasztóan szeretem, és akkor a Toy Story volt az. Tehát, hogy nekem szintén a Toy Story egy ilyen óriási kedvencem, hasonló kedvencem, mint a Fegának, csak nekem van egy olyan nehézségem a Toy Story-val kapcsolatban, hogy nem néztem újra őket. Tehát, hogy és nem tudatosan, csak egyszerűen úgy alakult, hogy az utóbbi 5 évben nem láttam se az egyet, se a kettőt, vagy talán több is, mert hogy annyira idilli kép van bennem erről, és hát tudom, hogy egyébként... Igen, azért így hogy, és, 20 sok év elteltével az egy, az már nagyon nehezen nézhető. Igen, és akkor így emiatt volt ebben való, meg ilyen félelem. Másrészt, hogy az ilyen Pixar-a kapcsolatos gondolkodásomat elvitte a 3 meg a 4. Tehát, hogy ugye minden érában igazából érkezik egy Toy Story film. És akkor ami nekem ilyen kimaradás, az a tényleg, Lecsó. Tényleg, ha már érák, akkor folytasd, aztán majd megkérdezem, nem. Tehát, hogy ami nekem ilyen nagyobb kimaradás, vagy így nincs a fejemben, az a Lecsó, azt láttam. Láttam, de nem emlékszem rá. A Ratatouille, bocsánat. Láttam, de így mintha nem is nem láttam volna. És akkor ugyanígy nem láttam, vagy ugyanúgy láttam, de nem láttam, mert hogy fiatalon láttam, de semmire nem emlékszem, a Fel. Tehát az egy ilyen. És hirtelen pörgetem át, igen, van a Brave, azt is láttam, de nem emlékszem, de mondjuk az nem is volt olyan, a Good Dinosaur-t is láttam, de nem emlékszem, és hogy ezek úgy jönnek a fejembe, hogy így pár év jöttek ki. De hogy amik ilyen nagyon jelentős volt bennem, a Toy Story, a Szörnyertélt, az borzasztóan szeretem, egyszerűen az üzenete miatt annyira tehát nagyon-nagyon szeretem, és nekem a Hihetetlen Család volt még az, ami egy ilyen hatalmas nagy szerelem. Ja, és ugye, neked az is kimaradt, András? Nem. Ja, annak idején igen, most pont azt néztem, hogy melyik Pixar filmeket láttam abban az évben, vagy mondjuk egy éven, a megjelenés évében, vagy egy éven belül, és nagyon keveset. Tehát a Toy Story-t láttam 95-ben, vagy 96-ban, aztán a következő, amit akkor láttam, amikor kijött az a Némo nyomában, utána a harmadik volt a Wall-E, ami 2008-as film és 2009 elején láttam, tehát az is egy éven belül, aztán a Toy Story 3, az volt a következő, amit akkor néztem, az Inside Out, és utána az előző 4, tehát az Incredibles 2, Toy Story 4, Onward, meg Soul, tehát hogy ezeket már elmúlt 4 Pixar filmet, azokat már körülbelül akkor láttam, amikor így kijöttek. De előtte tényleg nekem nagyon-nagyon véletlenszerű volt, hogy miket nézek meg akkoriban, és az összes többi az, tehát vagy nem láttam még mindig, mint amilyen a Szörnyerté, vagy tényleg csak sok-sok évvel később, mint akár az Up, akár az Incredibles, szóval
Szóval nekem így fura, hogy a Pixarban abszolút nem volt meg. Sem egy olyan, mint a Fegának, hogy így végig kísérte a teljes életemet, se az, mint a Szabolcsnak, hogy volt egy időszak, amikor nagyon ott volt ez a 2000-es évek eleje, vagy első pár éve, amikor a Pixar nagyon fontos volt. Na és akkor, ha már így mondtad, Szabolcs, hogy minden érának jut egy Toy Story, ti mit szóltok a Lightyear, Buzz Lightyear filmhez? A Chris Evans féle változathoz, hogy értem, hát lesz az a következő ére Toy Story filmet tulajdonképpen. Ezt nem beszéltétek meg a kettő adásban? Vagy hát jó, de az most más valaki a vendégünk. Jó, bocsánat. Még nem értem végig a Toy Story 2-es adásban, ez a baj. Nem tudom, biztos jó lesz. Tehát most nagyon... Tehát azért szerintem ez egy alaptapasztalat, hogy a Pixar nem nagyon lő mellé. Vagy amik ilyen nagyon mellé lövések, azok meg ilyen nagyon felejthetőek. Tehát, hogy nem olyan mellé lövések, tudod, amit így évekig hordozol, hogy úristen, ez borzalmas. Hanem mondjuk, na a Verdek 2 erre tökéletes példa, hogy megnézed, és oké, kösz. És de tudod, nem az van, hogy úristen, ez borzasztó, és évekig él benned, mint a, nem tudom, Rise of Skywalker, hogy így feszít, és nem. Na mindegy, de hogy és emiatt örülök, hogy van. Ha nagyon jó lesz, akkor annak borzasztóan örülök. Chris Evansnek is nagyon örülök, szerintem az egy tök jó párosítás. Úgyhogy én ilyen nagyon bizakodó vagyok, ha meg nem lesz jó, akkor hát majd lesz jobb, vagy lesz más, ami nagyon jó lesz. Aha. És a Szabolcs, neked a repülők film franchise is megvolt? Nem volt meg. Tehát ugye, az elvileg a közös univerzum, csak az igen, már Disney produkció. Igen. Hát ugye, és akkor itt egyébként le is kicsit leizárhatjuk ezt a Cars 2 témát, de hogy így az a baj, hogy a Repcsiken is az érződik, bár Repcsik, nem láttam. Bocsánat, jó, elnézést. Igen, elnézést, hogy én ilyen... Nem, én tudtam rosszul, jó, hogy javítottad. És szóval, hogy ezek ilyen nagyon commercial filmek. Tehát, hogy hát ezek, már Repcsik cím is elárulja, hogy ez a 8 éven felülieknek nem ajánlott. De hogy ezek arról csak szólnak, gyerek felgyelettel. Ezek arról szólnak, hogy megvedd a... Hát de én azt hittem a Verdákról is. Hogy az ilyen merchandising megnézted ezt motor. Az első filmet, és úgy tűnt, hogy ez... Hát úgy értem, hogy azért nem láttam soha a Verdákat, mert az egy ilyen... Igen, hát mert a kettő az ilyen. Tehát, hogy, hogy az az érdekes a kettőben, hogy azt nem viccelek, mikor azt mondom, hogy az egy James Bond film, a Willem McQueen az összesen szerintem 15 percet van a filmben, vagy 20-at maximum. Tehát végül is Verdák a címe, akár és arról lehetne. És arról szól, hogy a Willem McQueen be van nevezve egy ilyen nemzetközi versenybe, ahol különböző nemzetközi autókkal versenyez, mint Forma 1-es autó, meg stb. Terhes, vagy a teljes paletta, és akkor közben megy vele ugye a teljes csapat, főszerepben Matukával, és őt beszervezik egy ilyen kém küldetésbe, és akkor ilyen tipikus kém történet, van egy gonosz, a Matuka a végén leleplezi, valami teljesen ilyen bődületes, egyszerű butasággal, és akkor az egész így, nem tudom, van egy ilyen James Bond karakter is egyébként, egy Jaguar autó, amiben ő megjelni. Tehát, hogy így az egész, és akkor, hogy megjelennek Angliába, akkor ott ilyen angol autók vannak, a királynő is megjelenik. Tehát az egész arról szól, hogy kiszélesíteni ennek az egész Verdák univerzumnak az eladható piacát. És akkor a Repcsik is ugyanez, hogy olyan karaktereket létrehozni, amik kifejezetten eladhatóak. És az a borzasztó a Verdák 2-ben, hogy nem csak az, hogy nem emel át semmit az első, tehát hogy van az első résznek egy üzenete, egy világlátása, és ami szerintem annak az üzenetnek minden alá van rendelve. És ez a kettőben egyáltalán nincs meg. És a három megpróbálja újra megkeresni. Nem jól, sajnos, de hogy az egy ilyen, hát aznak egy külön filmnek kéne lennie, azért Cars 2, mert tök jól el lehet adni. Hát ez mert ugye siker Amerikában a Verdák. Mint a Halloween franchise, hogy elkezdődött a Mike
Michael Myers-szel, és aztán kitalálták a második részben, hogy legyen ez egy, csak egy cím, hogy Halloween, és különböző Halloween-nel kapcsolatos horror dolgokról szóljon. Mm. És akkor ilyen boszorkányok van benne, meg semmi köze a Michael Myers-hez, aztán a harmadik rájöttek, hogy inkább mégiscsak jobb lesz visszatérni a Michael Myers-hez, és akkor megcsinálták megint, tehát folytatódott vele a franchise, és onnantól már csak Michael Myers filmek vannak. Lehet, hogy ez is egy ilyen kezdeményezés volt, hogy végül is Verdák a cím, nincs benne, hogy Willem McQueen lehetne, akármilyen Verdáról a film, és akkor hát meg ugye ugyanaz az univerzum, és akkor így könnyen lehet kötni, bár ez is egy jó kérdés, hogy milyen ez az univerzum, érdemes tovább bővíteni, vagy nem. Én nem gondolom, hogy hát, igen, de erről majd beszélünk úgyis. Megpróbálták, igen. Ez egy érdekes dolog, mert ugye úgy történt itt ez a repcsik, ha jól sejtem, hogy Pixar, azt hiszem, amikor a Verdák készült, akkor még nem volt Disney tulajdonban, viszont mire kijött, addigra már az lett. Megvásárolta a Disney a Pixar-t, felvásárolta, és nagyon gyorsan ki is nevezték John Lasseter-t, a Pixar-nek az igazgatóját, a Disney kreatív igazgatójának, és ő volt a felelős az animációs részlegért, és igen-igen gyorsan tető alá is hozták ezt a repcsik franchise-t, amelynek ő az egyik társszerzője, szóval ilyen furcsán Pixar knock-off, Pixar copy. Igen, és nem is Pixar, tehát nem tartozik a stúdióhoz. Most csak rákerestem. Olyan, mintha lett volna egy ilyen cserebere, és akkor a Brave, ami meg egy hercegnőről szól, azt meg vagy Pixar csinálta volna meg azért a Meridát. Jó, az jóval későbbi, de akkor is volt egy ilyen érzésem annak idején. Meg a Wreck-It Ralph-val kapcsolatban is, hogy az meg kicsit ilyen Pixarosabb premissza volt, és az meg pont, hogy Disney film. Ez tök érdekes, tényleg. Ugye ez a Verdák, az eredeti Verdák, a 2006-os, az egy abszolút ilyen John Lasseter szerelem projekt, tehát ő a rendezője, illetve társforgatókönyvírója is, viszont érdekes, hogy nem tőle származik a, nem azt mondom, az alapötlet, de a maga ennek a Verdák projektnek a gyökerei, azok egy Jürgen Klubien nevű dán animátortól származnak, aki a Pixaron belül is dolgozott, meg a Disneyben, tehát az Oroszlán királyon is, meg az Egybogár életén is dolgozott, és ő a 90-es évek végén ő dolgozott ki egy a Sárga Autó munka című forgatókönyvet, aminek még más lett volna az alapsztoria, és de egy ilyen autók által benépesített világban játszódott volna ugyanúgy. És aztán a Toy Story 2-t választották inkább az ő ötlete helyett akkoriban, tehát ugye akkor mindig így versenyeztették egymással a Pixaron belül a projekteket, akkor a Toy Story 2 az előtérbe került, de hogy utána is dolgozgattak ezen a scripten, és akkor már benne volt így viszonylag hamar például a Mater, tehát a Matuka, meg a Doki, tehát hogy már voltak olyan karakterek, akik ebben a korai változatban is szerepeltek, és aztán a John Lasseter volt az, aki 2000-es évek elején egy ilyen családi road trip során teljesen belezúgott a 66-os útba, meg így elkezdett kutatni, a 66-os útnak így a mítosza, meg története után, és akkor tulajdonképpen akkor így tenyerelt rá erre a forgatókönyvre, vette át és karolta fel, és akkor ez szerintem neki egy ilyen blank check jellegű szerelem projektje volt, hogy amikor már tényleg bármit megcsinálhatott, akkor azt mondta, hogy akkor csináljunk egy autós filmet, mert nyilatkozott egy olyat is, hogy ugye az ereimben két dolog folyik, az egyik az a Disney, a másik meg a benzin. Igen. Ugye John Lasseterrel egyébként beszéltünk a Toy Story 2-ben bővebben így a közelmúltban kiderült botrányairól, azok biztos azért ebben az adásban is előkerülnek, majd de lehet, hogy nem fogunk olyan mélységben belemenni, ma hallgassátok vissza a Toy Story 2 adást, mert ott tényleg elég alaposan kitárgyaljuk, de mondom biztos, hogy azért itt is előkerül majd, mert elkerülhetetlen egy olyan filmnél, ami a John Lasseternek ennyire személyes projektje volt. És igen, még amit akartam mondani, hogy ez a Klubien, ez később azt nyilatkozta ugye a 2010-es években, hogy egyszerre az élet egyik legnagyobb élménye volt ez a projekt, és az egyik legkeserűbb,
mert hogy úgy érezte, hogy így hát tulajdonképpen ellopták tőle. Nem az, hogy ellopták tőle, de hogy így... Igen, kisajátították az ő történetét. Értem. Egyébként csak itt ragadom meg az alkalmat, hogy tudjátok-e, hogy van egy film, ami nagy vita, hogy iklette ezt a filmet, vagy nem? Igen, az a Michael J. Fox-os 91-es Doc Hollywood, igen. Láttam, igen. Láttad is a filmet? Hát tévében egyszer nagyon régen, de szóval alig emlékszem már rá. Én nagyon hasonló a sztoria, igen, hogy így a falu. Én gimnáziumban borzasztóan szerettem a Michael J. Fox-ot, és mert nagyon szerettem a Visszajövőbét, de hát ki nem. és akkor ilyen, akkor jött ki a játék, és az olyan jó volt, és akkor így nagyon rajongtam az ő személyért, meg akkor indította el újra, ugye neki volt egy sorozata egy évadon keresztül, és akkor én engem Michael J. Fox Show, azt hiszem, ennyi volt. Ja, azt hittem arra a Kerge városra gondolsz. Na, nem, hanem ő, mert ez 2000-valahányban, 2012 11 a körül lehetett, hogy ami nagyjából erről szólt, hogy volt egy fiktív családja, de hogy nagyrészt az ő életéről, és akkor arról szólt a sorozat, hogy ő hogyan küzd a betegségével. Na mindegy, és akkor én nagyon bekerültem ebbe a korszellembe, és akkor megnéztem viszonylag a legtöbb Michael J. Fox filmet, és köztük megnéztem ezt a Doc Hollywoodot is, gyorsan összefoglalom a történetét, egy nagy menő vagy egy tehát végez egy orvostan hallgató, ilyen Hübele Balázs, ilyen hothead, ilyen nagyon fiatal, nagyon bátor, mindenbe belevág, van egy nagyon menő piros sportkocsia, és ő elindul Kaliforniába, hogy nagyon híres, nagyon gazdag plasztikai sebész legyen, és hogy ebben a modell életben, és hogy ebben a gazdagságban ott viribüljön egész életében, hogy ott élvezze az életet, és elindul, és valamiért letéved az autópályáról, és nem ismeri ki magát ebben a cross-country helyzetben, és valami jó, azt hiszem, hogy valami bárány, vagy valami tehén kiszalad az útra, és akkor neki el kell rántani a kormányt, ott legyalul egy kerítést, az autója tropa lesz, és a kerítés legyalulásáért kap egy büntetést, és hogy az a büntetése, hogy amíg meg nem javítják az autóját, addig ott kell dolgozni a helyi házi orvosi rendelőben, és ott megismerkedik a várossal, kap egyszer egy disznót, és akkor ott ez a disznót kísérgeti, az lesz a házi állata, megismerkedik egy fiatal joghallgató lányjal, vagy egy fiatal ügyvéddel, aki egy nagyvárosi ügyvéd volt, és hazatért vagy visszatért ebbe a kisvárosba, és szerelembe esnek, és a végén úgy dönt a Michael J. Fox, hogy ott marad ebben a kisvárosban. És igazából nem kell elmondani már a Verdáknak a történetét sem, hisz egy az egyben ugyanerről van szó. És nem egy jó film, tehát nem egy ilyen, ez az olyan klasszikus 90-es évekbeli családi film, ami egyébként a Verdák is ezt a hangulatot idézi meg állandóan, de hogy én erre amúgy jó, nagy szeretettel emlékszem vissza, mert nagyon vicces, hogy egy ilyen óriási malacsal szaladgál a Michael J. Fox, tehát ez egy felnőtt malac, amit kap az egyik embertől. Másrészt van egy nagyon izgalmas jelenet, vagy egy ilyen nagyon jó jelenet, ami szintén jelen van a Verdákban is, hogy egyszer csak egy kisfiúnak nagyon, nagyon fáj a hasa, és elviszik a házi orvosi rendelőben, éppen a Michael J. Fox ügyel, és megvizsgálja, látja, hogy borzasztóan fáj ennek a kisfiúnak, mentőt hív, be akarja ültetni az autójába, hogy elvigye a legközelebbi kórházba, hogy ott megműtsék, biztos a vak belerossz, fel akarja vágatni ezt a gyereket. Közben egyébként mindenki hívja ezt az öreg dokit, aki ez ilyen öreg zsémbes figura, de mindenki felnéz rá a városban, ugye ez is ismerős, és megérkezik ez a doki, és vesz egy kólát az automatából, megitatja a gyerekkel, és a kisgyerek így kibüfögi az ő hasfájását, mert hogy csak a sava olyan nagy lett, vagy valami ilyesmi volt. És hogy, de hogy tudod, ez is, hogy az idős tapasztalt orvos megtanítja azt, hogyha te ismered azokat az embereket, akiket te gyógyítasz, meg,
meg te tudsz, meg képes vagy megtanulni ilyen régi trükköket, akkor te sikeresebb lehetsz az életben, vagy sikeres lehetsz az életben. És egy az egyben ugyanez. És akkor ugye így vitatják, hogy ez akkor, hogy ez a film ez ugyanez. Én nem gondolom, hogy nagyon a sztori, hogy mondjam, a sztori egyszerűsége, meg a sztori tipikussága miatt nem gondolom, hogy ez egy ilyen plagizált történet lenne, vagy nem gondolom, hogy ez egy ilyen kifejezetten átvett történet lenne, vagy egy ilyen homás lenne, de közben egyébként mégis egy ilyen nagyon gyönyörűen így egymás mellé élik. Hát tulajdonképpen a Bogár élete meg a Hét szamurájnak a sztória, szóval nem lenne idegen a Pixartól, hogy egy-egybe átvesz más filmeknek a történetét. Igen. És ugye ez nézted... ilyen, ja, bocsánat, csak hogy volt egy ilyen bírósági eljárás ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, és az úgy ért véget, hogy nem ítélték, de ebben nem vagyok biztos most. De ugye amikor te nézted ezt a Doc Hollywoodot, akkor volt benne ilyen felismerés, hogy várjunk csak, vagy ezt egy utólag olvastad ezt a párhuzamot? Hát ott volt egy felismerés, de nem egy ilyen hűha élmény volt. Aha. De ott, mikor egy nagyon hasonló ilyen gyönyörű piros kábrióval utazik a Michael J. Fox, és amikor ott legyalulja egy fehér kerítést, uh-huh. az így nagyon ugyanolyan jelenet. Uh-huh. Uh-huh. És tehát az tényleg egy ilyen elképesztően ugyanolyan jelenet, és így nagyon illik egyébként a Michael J. Foxnak a karaktere személye, egyébként a villámnak az ilyen kisugárzásához. Szerintem így valahogy külsőleg. Uh-huh. És bár nem tudom, hogy lehet-e hasonlítani ezt a kocsit, de hogy nem, de hogy ezt már később olvastam, és akkor utána már én kezdtem el így magamba járni, de én nagyon jó szívvel emlékszem vissza erre a filmre. Azért foglaljuk össze egy picit ennek a Verdeknek a történetét. Hát ebben ugye autók vannak. Csak. Hát a mi világunk csak autókkal. Igen. És a főszereplő ez a Willem McQueen, vagy Lightning McQueen, akit Owen Wilson játszik, egy NASCAR autó versenyző. NASCAR versenyző autó, vagy nem tudom azt, hogy mondjam. És ugyanazt történik vele, mint Michael J. Fox a Doc Hollywoodban. És vége a filmnek. annyi a különbség, hogy ugye a Michael J. Foxnak nincsen határidő, hogy vissza kell érnie Kaliforniában, uh-huh. ugye itt az a történetnek a pikantériája, hogy ugye úgy kezdődik a film, hogy látunk egy nagy NASCAR versenyt, egy ilyen grandiózus NASCAR versenyt, és ott egy hármas döntetlen történik, ami abból fakad, hogy a McQueen nagyon-nagyon elbízza magát, és nem hajlandó kereket cserélni, és kipukad a kereke, és akkor emiatt így pont hárman érnek be, és ezért hirdet ott a szövetség, vagy a NASCAR szövetség hirdet egy hármas döntőt, amin ez a három versenyautó versenyzik csak, és akkor az a cél, hogy odaéljenek ugye Kaliforniában, hogy minél előbb el tudjanak kezdeni készülni, stb. És akkor ott egyébként az egy fontos pillanat, hogy ott magára hagyják a villámnak a csapata, magára Igen. hagyja a villámot, ő teljesen egyedül marad, illetve van egy kamionja, meg egy szponzora, akiket utál, tehát utálja a szponzorait, mert hogy ők ilyen rozsdás tragacs autók, és a Willem McQueenhez nem illik az, hogy ő nem lehet rozsdás autók között, vagy rozsdás tragacs autók között, és akkor elsiet ebbe a Kaliforniába, ugye itt tesz egy ilyen kitérőt, erről szól a film, erről a kitérőről, és ugye Igen. ott érünk véget, hogy elérkezik Kaliforniába, és hogy ezt a versenyt egy megújult kocsiként vagy megújult autóként versenyzi le, és igazából lesz hozzá el neki a győzelmet, hogy nem is az, hogy odaér, hanem hogy megújul, és ez a megújulás hozzá el neki a sikert. Igen, meg hogy már egy közösséggel együtt, tehát hogy kb. Ugye a film elején azon van a hangsúly, hogy ő mindenkit elmar maga mellől, azokat a segítőit, akik még így kitartanak mellette, és akkor a végén már egyedül csak az a kamion marad egyedül, aki meg az ügynöke, akik így terelgetik az útját, de egyébként mindenki így kihátrál mögüle, főleg azok, akik mondjuk konkrétan a versenyen segítenék ki, és akkor figyelmezteti is őt ott a
az ilyen veterán kor elnöke a NASCAR versenyeknek, ez a Strip the King Weathers, aki a magyarban, ha jól látom, Motor Otto? Mármint azért gondolsz, nem a Kingre, aki megsérül a végén. Igen, a King, igen. A király, szerintem nincs neve. Mert itt a Wikipédián egy ilyen vagy Motor Otto, ami lenyűgöző valahol. De igen, szóval ez a király, a The King, az, aki konkrétan ugye ki is mondja ilyen nagyon direktbe a villámnak, hogy nagyon merész, de hogy ez a merészség ez semmire nem elég, hogyha egyedül van, meg hogyha meggondolatlan. De főleg az, hogyha ő egyedül akar mindent végigcsinálni. És akkor igen, az a tanulsága a film végére, hogy kell egy hátország, és kellenek olyanok, akikben megbízik, és akik benne is megbízhatnak. Tehát nem csak annyi, hogy ebben a kisvárosban ő megújul, hanem talál egy olyan közösséget is, akik így elkísérik, meg akik aztán beletartanak, és ha nem is a győzelemhez segítik, de az erkölcsi győzelemhez, meg egy tulajdonképpen minden szempontból sikeres versenyhez. Annyira jó, imádom. És a szinkron hangok között az Owen Wilson mellett Paul Newman bukkan még fel, akinek ez az utolsó szerepe életében, meg Michael Keaton, George Carlin, illetve az egyik főbb szerepet, ezt a Matukát, ezt a Larry the Cable Guy játsza. A Matuka az mi? Honnan nem ért tudom, ez a kifejezés? De így akarok oradni egész életem, hogy nem tudom. Értem. És pár cameo is azért van, persze. Jeremy Clarkson a Top Gearből, meg Michael Schumacher, bizonyára vannak amerikai autóversenyzők is. Igen, tehát pont ezt a The King-et, tehát a veterán NASCAR-ost, ezt egy Richard Petty nevű fickó kölcsönzi a hangját, aki egy ilyen nagyon sokszoros győztes autóversenyző, ennek a Daytona 500-as futamnak az egyik legnagyobb ilyen legendája, és aki a feleség autót játsza a filmben, az a való életben is a felesége, aztán akik így az ilyen NASCAR-os kommentátorok, azok is ebből a világban mozognak, tehát hogy így elég sok mellékszerepre kértek fel olyanokat, akik konkrétan ebben a NASCAR-os közegből származnak, vagy annak az ilyen, nem tudom, élő legendái. Meg ez koncepciója is volt a Lasseternek. Én megnéztem egy ilyen, most így az adás előtt egy ilyen fél óra, háromnegyed órás dokumentumfilmet, hogy hogyan készült a Cars, és ott meséli el a Lasseter, hogy ugye ők borzasztóan ügyeltek arra, hogy ez a NASCAR világ, ez nagyon pontos legyen, és nagyon hiteles legyen, és ezért van az, hogy megpróbálkoztak szinkron hangokkal ezekre a NASCAR szereplőkre, NASCAR versenyzőkre, de hogy ezt a nagyon sztereotipikus, sajátos, déli, akcentusos nyelvezetet, ezt egyszerűen nem lehetett reprodukálni, vagy nem tudták reprodukálni, és ezért adta magát, hogy akkor inkább kitrenírozzák szinkronhangként ezeket a legendákat. De hogy nem csak ez van, hanem hogy például annyira, tehát hogy ez is egy ilyen tök érdekes, hogy vannak a versenyes jelenetek, amiken egy egész külön csapat dolgozott, és az a külön csapat az szorosan együtt dolgozott a Fox-szal, aki éppen akkor a NASCAR-nak a közvetítési jogait birtokolta, szorosan együtt dolgozott a Fox-szal, és jöttek folyamatosan a Fox-nak a szakemberei, hogy elmagyarázzák a Pixar-nak a dolgozóinak, hogy hogyan kell egyébként, hogyan közvetítjük a NASCAR-t, mik a fő súlypontok, hogy amikor te nézed a NASCAR versenyt, akkor nem azt, hogy szinte ugyanazt láss, de hogy ugyanazt ugyanaz az érzésed legyen. És hogy elmondja az egyik ennek a Foxnak a közvetítés vezetője, hogy ő borzasztóan szereti azt, hogy hogyan van ábrázolva itt a Cars-ban a NASCAR maga, mert ugye itt olyan kameraállások is meg tudnak történni, amik a pályán sosem. És hogy ez neki az álom, hogy így nézzen ki egy verseny, hogy így nézzen ki egy NASCAR verseny, mint ahogy itt a filmben kinéz. És
Igen, ez egy ilyen nagyon izgalmas, semmit nem tudok a NASCAR-ról, nem is igazán izgat, de hogy... De a legfeljebb autóverseny az egész világon. Igen, de az valahogy körbe, átjött, körbe hogy... mennek 300 körön keresztül. Pont ez lett volna a kérdésem, hogy így erről én is olvastam, hogy így a, mondjuk ennek az autósportnak a rajongói írták, hogy ez a Verdák széria, az első meg a harmadik rész is igazából ilyen nagyon-nagyon autentikus, meg nagyon hiteles, meg nagyon visszahozza azt a világot, meg azt az érzést, ami egy ilyen NASCAR verseny, de hogy ugye egy autentikusság az önmagában nem ér annyira sokat, hogyha nem élvezetes. Hogyha legutasabb autóverseny, vagy az egész világon. Igen, tehát hogy akkor ez a kérdésem, hogy ez párosul-e bármiféle élvezetességgel a Verdákban, ez a most kifejezetten csak az autóversenyes jeleneteket. Hát ezt kérdezem, ti élveztétek ezeket a jeleneteket? Mivel elég nagyvonalúan átugrották a versenynek a 120 körét, és csak így az első egy-kettő, meg a középső egy-kettő, meg a legvégső egy körre koncentráltak, azért nem volt gondom vele. Egyébként felháborítóan unalmasnak tartom az egész koncepciót, hogy csak körbe mennek autók. Benzint égetve, és gumit égetve, és közben ezt százezerek nézik, és azért mennek ki oda az emberek, hogy azt várják, hogy mikor ütköznek már össze, hiszen más értelme mi lenne ott ülni ezen kívül. Akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy egy másik dolgot elmondjak, amivel így készültem. Hogy ez egy ilyen, de erről majd még fogunk is beszélni mindenképp, mert hogy én olvastam egy tanulmányt, vagy kikerestem egy tanulmánykötetet, ami azt kutatja, hogy a Pixar különböző filmjeiben az hogyan jelenik meg az amerikai kultúra, az amerikai mítosz, az amerikai elemek hogyan jelennek meg ezekben a filmekben, és akkor ugye az a Cars az egy ilyen flagship film ebből a szempontból, mert hogy tulajdonképpen ez a film egy szerelmes levél ehhez a nagyon speciális amerikai kultúrkörhöz, aminek egy része a NASCAR maga. És hogy... Igen, felháborító, hogy nem láttam egyetlen egy konfederációs zászlót sem a Verdákban a pályán. Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy ennek ugye egy ilyen nagyon komoly történelmi jelentősége van a NASCAR-nak, mint sportnak, ugyanis mikor az 50-es, 60-as években egyre erőteljesebbé válnak a polgárjogi mozgalmak, ugye maga ez a déli idealizált kép is egyszerűen változnia kell. Tehát, hogy rá vannak kényszerítve arra, hogy ez a sztereotipikus konfederációs zászlós alapvetően rasszista jellegű déli sztereotíp kép, ez megváltozzon. És a NASCAR sport lesz az, ami az egyik lényege lesz ennek az identitás változásnak a country zene mellett. Tehát, hogy ez az ilyen komerciális country zene mellett, és hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas, hogy nem csak azért szeretik a NASCAR-t, mert hogy egy izgalmas sport, motorsport, és nem hiszem, hogy emiatt is nézik, hanem hogy ennek az identitás képző ereje olyan erős, hogy nézni kell, neked NASCAR rajongónak kell lenned, hogy te igazából egy ilyen nagyon déli amerikainak mondhass magad. És hogy ennek van egy ilyen identitás formáló ereje, ami hát itt részint azért megjelenik ebben a filmben is, de hogy ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, és egyébként számunkra érthetetlen kulturális elem, úgy gondolom. Vagy én legalábbis azt érzem, hogy na, ez egy olyan része, amiben biztos egy amerikai néző számára biztos sokkal erősebb, mint mondjuk a mi számunkra. És nekem azért sok kérdésem van ezzel a filmmel kapcsolatban, mivel az én egyik nagy tézisem ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ez tényleg egy szerelmes levél ennek az amerikai 50-es évekbeli álommilliónek, hogy mi tudunk-e ezért, hogy én például rajonganék-e ezért a filmért, hogyha ne lenne egyébként a teológia mellett a másik úgymond ilyen szakterületem az amerikai 20. századi kultúra. Wow. És hogy ez egy ilyen nagy kérdés számomra, és hogy hozzátok is kérdés, hogy ti erről mit gondoltok. De hogy ez más film kapcsán is, de ugyanúgy az Andrei Ubrov kapcsán is előkerült, hogy hogyan tudunk
meg minden filmnél előkerül, hogy hogyan tudunk rákapcsolódni egy olyan filmre, ami abszolút más kultúrkört mond el, mint amiben igen, mi vagyunk. Igen, ez tényleg jó kérdés. Igen. Igen, szerintem az, hogy azért mi mindannyian, már legalábbis mi hárman így egész biztosan, azért amerikai popkultúrán nőttünk fel nagyon-nagyon nagy mértékben, ami nem kizárólagosan az amerikai kultúráról szólt, de mégiscsak azt közvetítette, tehát hogy egy olyan mértékű kontextusunk van ehhez, ami elsősorban ilyen közvetített kontextus, tehát hogy ugye amit mi filmekből látunk, és aztán azóta, amikor ahogy már foglalkozunk azzal is, hogy ezek a filmek hogyan készültek, amiről szól a film, annak mi a valódi szociális háttere, vagy történelmi háttere, tehát hogy ezeket kiegészítjük, de hogy emiatt szerintem alapvetően még az ilyen filmekhez is könnyebb kapcsolódnunk, mint a Verdák, ami nagyon specifikus és kevésbé frekventált, vagy kevésbé előnyben részesített szellete az amerikai kultúrának Amerikán kívül. Értitek? Tehát, hogy mivel az egész amerikai kultúrával nem azt mondom, hogy bensőségesebb a viszony, mert ez hülyeség, de hogy pont egy Andrei Rublovval szemben egy orosz középkorról szóló, meg orosz történelmi múltról és kulturális identitásról szóló filmmel összevetve, annak ellenére, hogy nekünk történelmileg sokkal szorosabb szálak fűznek minket Oroszországhoz, meg a kelethez, de mégis a mi gyerekkorunk, fiatal felnőtt korunk, kamaszkorunkat meghatározó popkultúra az már az Amerikából érkező volt, meg valószínűleg már előtte is, még a Kádár korban is azért eljutottak hozzánk ugye a domináns amerikai filmek, de nálunk meg aztán végképp, mi már nem tanultunk oroszul, mi már angolul tanultunk a suliban, tehát hogy sokkal közelebbinek érezhetjük magunkat még így is ehhez az egyébként valóban tőlünk távoli problémakörhöz, meg idillhez, mint egy orosz, most én csak az Andrei Rublov miatt hozom fel ellenpéldaként, mint ez az orosz kulturális millióhöz. Ja, most hát az ismerős narratíva is szerintem rengeteget számít, hogy ez egy olyan történet, amivel tényleg annyira, nem is tudom, ismert, annyira könnyen befogadható, hogy már emiatt is van egy ilyen komfort érzeted. Igen. Nézőként. Igen. Igen, igen, igen. Nagyon-nagyon jól kiszámítható mederben zajlik a karakter dráma, vagy a karakterív, tehát az, hogy az arrogáns pökhendi, de valamiért még így is szerethető igen. Főszereplő megjavul, és... És ez nem fárasztó, vagy nem rony, tehát nem ellenséges sem fárasztó, vagy hogy mondjam, tehát van az a film, ami már annyira kiszámítható, hogy már dühös vagyok rá. Ez nem éri el azt a szintet, csak hogy van egy olyan komfortérzetem attól, hogy, igen. Hogy ismerős a premissza, ismerősek az a sztori elemek, hogy ettől is könnyebben befogadható. Ettől függetlenül maga ez a NASCAR világ, ez tényleg borzasztóan távol áll tőlem. Nem mondom, hogyha most ez a film Forma 1-es kocsikról szólt volna, akkor jobban élveztem volna egy fokkal is. Igen. Vagy akár nem tudom, baseball labdákról, tehát... Igen, milyen élettelen tárgyakról lehetne még animációs filmet csinálni ilyen intenzitásról? Ez egy jó kérdés. Igen, de hogy nálam is az érdekes így a Verdáknál, hogy, vagy nem tudom, hogy érdekes, de hogy ugye elvileg a film eleje meg a vége, tehát az autóversenyes jelenetek azok a legdinamikusabbak, legkinetikusabbak, legizgalmasabbak, képileg, meg tempókezelésben, meg ott tényleg így ha más nem, akkor így a sebességnek az ábrázolása az így magunkkal ránthatna, de hogy sokkal inkább át tudtam magam adni a Verdáknak akkor, amikor sokkal nyugodtabb volt, amikor békésebb lett, amikor beleringatta magát ebbe a kisvárosi közegbe, mert hogy maga a film is arról szól, hogy ennek a kisvárosi vidéki amerikai idillnek, idillbe esik szerelembe a Villám McQueen is vele együtt mi is. És igen, szóval, hogy ja, ennyi. Ennyi, hogy nem az autóversenyes jelenetek voltak az izgalmasak, miközben
tempókezelésben, meg ritmusban, meg egyszerűen ilyen pörgésben mégis csak azoknak kellett volna lennie a legizgalmasabbaknak. Szóval ebből a szempontból szerintem sikeres a film, hogyha az volt a célja, hogy felismerjük mi is ennek a sebesség, hírnév, csillogás hajszolásának az ürességét, és vele szembe a nyugodt, békés életnek a harmóniáját, akkor ezt abszolút át tudta adni. Igen, és én ezt is nagyon szeretem, de ez az, amit borzasztóan szeretek ebben a filmben, és minél idősebb vagyok, meg minél többször nézem, annál jobban szeret, vagy annál jobban megragad ez, hogy maga szerintem jó nézni ezt a filmet, mármint, hogy ilyen nagyon kellemes hangulata van, ilyen nagyon ártatlan az egésznek a világa, vagy legalábbis igen. Ez a kipufogó fürdő, ez egy borzasztóan ártatlan környezet, és egy kicsit így azt érzem, hogy így nagyon megidézi azt, azokat az ilyen speciális 90-es évek környéki Disney családi filmeket, amikben tényleg csak az ilyen csak szinte csak a jóság jelenik meg, szinte csak az ártatlanság jelenik meg. És ebből ez a műfaj tök ritka ma. Kicsit azt érzem, vagy legalábbis... Nincsenek igazán gonosztevők a filmben, legfeljebb a versenyben vannak riválisok, de nem gonosztevő senki. Igen, se, talán az egyetlen gonosz a Chick, aki... Chicknek hívják? Uh-huh. Igen, Michael Chick, Keaton. Aki igazából, de ő is olyan gonosz, hogy ő még nem jött rá, tudod erre. Tehát, hogy ő is azzal gonosz, hogy ő igazából ugyanott tart, mint a Villa McQueen, hogy ő még nem talált rá arra a közösségre, amit ő szeret. Tehát, hogy és ebben szerintem egy ilyen nagyon kult szerepet játszik Bonnie Hunt, aki ugye Sally, aki tényleg ennek a 90-es évekbeli, vagy ilyen késő 90-es évekbeli, vagy legalábbis bennem ilyen képél róla, ez az ilyen Beethoven, meg Jumanji filmekből. Igen. Szerintem ő nagyon sokat igen. ad hozzá, mint jellemben, de hogy ez az egész kultúrkör, ahogy megjelenik, ez így annyira jó, és hogy ez az a Pixar film, amit én abszolút a jók között emlegetem ezt a filmet, vagy a nagyszerű között is emlegetem, de hogy ez az a Pixar film, ami kifejezetten gyerekeknek szól. Tehát, hogy ez egy olyan gyerekfilm, ami ténylegesen a gyerekeket akarja megszólítani, és nem nagyon felnőtt gond, amit a Pixarról el szoktunk mondani, és el is mondtátok a Toy Story 2-ben, hogy itt olyan témák jelennek meg, amit a felnőttek értékelnek igazán, vagy a felnőttek számára egy ilyen nagyon jelentőségteljes dolog, de itt pont azt érzem, hogy ez a film nagyon meg akarja szerettetni ezt az egész milliót, szerettetni a lassúságot, a kisvárosiságot, meg akarja szerettetni azt, hogy mennyire fontos az, hogy te ismered azt a várost, ahol laksz, és ismered ott az embereket, és te is szereted az ott lévőket, és ők is szeretnek téged, és ezt mind a gyerekekkel akarja megszerettetni. És hogy ez nekem ami a tök érdekes, és egy ilyen értetetlen dolog, hogy itt van ez a film, ez ennek az üzenete, ez erről szól az egész, hisz ezt az amerikai témát, vagy ezt az amerikai, mert ugye úgy gondolom, hogy párhuzamosan fut kicsit a történet, ugye egyszerre szól a McQueennek a magántörténete, meg párhuzamosan fut a kipufogó fürdőnek a változása is. Uh-huh. És ennek a tipikus amerikai kisvárosnak a változása is. És hogy ez összefügg, de hogy ugye nagyon élesen elválik szerintem a kettő egymástól, és mármint, hogy ugyanazt az utat járják be, de elválik egymásról, és hogy na pont ez lesz az a film, ami aztán rákerül a legtöbb hátizsákra, meg legtöbb uzsi dobozra. Szóval ez az, ami nekem érthetetlen. Ez nekem is annyira fura, mert hogy egyrészt tök érthető, mert a Villám McQueen, mint karakter, az ilyen gyerekbarát, főleg kisfiúbarát, de valószínűleg egyébként bármilyen gyerekbarát. Meg a Matuka karaktere is egy ilyen gyerekbarát comic relief, meg kifejezetten gyerekekre hangszerelt comic relief, de egyébként meg a filmnek ez az 50-es évekbeli amerikai idél után áhítozó, emlékező mentalitása, ez meg egy akkora boomer életérzés, igen. Tehát, hogy olyan, mint egy John Lasseter saját magának csinált volna egy filmet, amit aztán a gyerekek imádtak. Tehát, amit minden gyerek imádott. Tehát ez nekem is annyira fura, hogy így ezt rakta bele a plusz rétegnek.
Ezt szerintem azzal együtt nagyon fura, hogy a Toy Story 2 meg egyértelműen a nosztalgia kritikáját fogalmazza meg az én olvasatomban legalábbis. Pont erre akartam most rákérdezni nálad, Péter, hogy te, mint nálad, aki a top 3 legborzasztóbb dolog a világon listádon első helyen áll a nosztalgia, hogy éreztél ennek a filmnek a nagyon tömény nosztalgikus hangvételével kapcsolatban? Nehezen birkóztam meg vele. Jó, tudod, tényleg annyira gyerekekre van angolva ez a film, hogy a nosztalgiában egy fjottányi, nem tudom, ilyen értelmezési mozgásteret sem hagy, ahol ez esetleg megkérdőjelezhetőnek tűnik, mert tényleg ahogy felfesti, hogy van a békés kisváros, ahol jó emberek laknak, meg van az egyenes autópálya, ami keresztül szeli a Grand Canyont, és belerondít a tájba, és ez a kettő van egymással szembeállítva, hogy azért nincsen sok nem tudom, helye vitának, hogy nyilvánvalóan melyik a jobb. Tehát ilyen szempontból jóval könnyebb elfogadnom a nosztalgiát ebben a filmben. De furcsa, hogy abszolút nem egy ilyen szintézis, amire a film kijut a végén, vagy én nem annak érzem, ahol a Villám McQueennek a modernitása és a városnak a kis álmos milliója az egymást erősítés úgy nyernek, hanem egy az egyben a kisvárosnak a milliója győzedelmeskedik. Ez szerintem nagyon furcsa húzás, tehát hogy nem a szokásos valami szintézis keletkezik meg a végén. Én így értelmezem legalábbis. Igen, mert ugye a Villám McQueen ugye életet lehel a kisvárosba, de azzal lehel életet a kisvárosba, hogy elsajátítja ennek a kisvárosnak az eszmeiségét, és ugye annál jelenetnél, amikor felizzik az összes egykori neonfény, az is a Villámnak köszönhető, de azok mind a régi egykori dicső neonfényei ennek. Egyébként azért forgattam a szemem az ilyeneken. Tehát... Nem már, az egy annyira gyönyörű jelenet. Jaj. Jó, oké, igen, de most összességében gondolok ezekre a nosztalgikus pillanatokra, hogy az öreg az megmondja, mi a tuti, meg az összes ilyen. Hogy a Luigi, meg a nem tudom, akik igazából ilyen városszéli senkiházi autószerelők, azok nyilván meg tudják majd szerelni a Villám McQueent, mert ugyanolyan skill-ekkel rendelkeznek, mint a versenyre kiképezett autószerelők, persze. Szóval ezek a dolgok, amiket én falsnak érzek, ez a nosztalgiával kapcsolatosan. Jó, akkor András, szeretném mondani valamit még mielőtt persze, még mielőtt átadjuk a szót fél órára Szabolcsnak. Igen, hogy engem ezek pont nem zavartak egyáltalán, amiket a Péter most fölhozott, és valamiért én ennek át tudtam adni magam, ennek a jelenetsornak, amikor, mint az American Graffiti-ben korzóznak ott a neonfények alatt. Egyrészt szerintem gyönyörű maga vizuálisan az a jelenet. Úristen, mennyire szép. Nagyon, a film egyébként lenyűgözően néz ki tényleg. Hogy jót tett a Pixarnak, hogy meg se próbált emberi mozgást, vagy emberi erről munkát alkalmazni. Erről majd beszéljünk, mert erről is készültem. Akkor viszont ezt külön, ezt hagyjuk akkor későbbre. Igen, persze, jó. De hogy igen, szóval hogy ez a korzózós jelenet ez nagyon szép volt, akkor nekem működött, megható volt az is, amikor visszaemlékeznek ennek a kisvárosnak a hanyatlására. Nagyon-nagyon tetszett az jelenet, amikor először megérkezik az első éjszaka a kisvárosba, és akkor ott ilyen tényleg az a az a hangulat, amit áraszt, az, ahogy ott ciripelnek a kis kabócák, meg ott még mielőtt berepesztene, ott jó néhány hosszan kitartott képben mutatja a csöngyét ennek a kisvárosnak, az annak szerintem tök jó hangulata volt. Szóval, hogy nekem az egész kis közösség, a Radiator Springs közössége, az tök szuperül működött, meg a hangulata. Mi volt a neve magyarul? Kipufogófürdő. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagy, szuper magyarítás. Szóval nekem ez az egész kis közösséges, egymásra találós, vidéket megszeretős vonal az tetszett. Az volt a fura a nosztalgiában nekem, vagy az volt az érdekes inkább, hogy ez mennyire egy ilyen white bread idill, és mennyire egy sosem volt idill, pontosabban csak az amerikai társadalom. Hát egy fehér központú, fehér centrikus. Tehát, hogy egy sosem volt idill, ami
ami ezek autók. Ezek autók. Na de pont ez a jó a filmben, vagy ez az érdekes a filmben, hogy tök egyértelműen megfeleltető-e az autó az amerikai emberi társadalomnak, és ettől lesz nagyon furcsa és értelmezhetetlen számomra is diszonáns az, hogy vannak ebben a filmben fekete autók, meg latinó autók. De nem csak fekete az... autók? Igen, igen. Abszolút a flow. Igen. A fekete is a felsége. Ja, tényleg, de hülye vagyok. Igen, persze, a Ramon persze. Meg ugye, akinek a Sics Marina hangja, ő is latino, akkor az a négy huligán, a négy suhanc, utcai suhanc, vagy országúti suhanc, akik az egész teherautónak a letérítését okozzák, azok is mind ilyen latinóknak tűnnek, vagy nem fehéreknek. Tehát, hogy tök fura, hogy belerak ilyeneket a filmjébe a Lasseter, és egyrésztről vannak ezek a suhancok, akik szintén negatív szereplők, és akkor a végén őket is meg kell javítani. De ebbe a kisvárosba meg úgy simulnak bele ezek az etnikumok, mint hogyha ez egy ilyen hozzátartoznának ők is ehhez a boldog idillhez. Tehát, hogy itt ilyen ők is ennek az 50-es évekbeli eszményített Amerikának a részei, miközben tudjuk, hogy ez messze nem így volt. Szóval ez a fura nekem ebben a filmben, hogy egyszerre próbál diverz lenni így az autókkal, ami eleve fura, és úgy próbál így diverz lenni az autókkal, hogy közben egy nagyon fehér 50-es évekbeli amerikai álomba vágyik vissza itt ebben az Amerika déli részében. Igen, nagyon bólogatok. Podcast kompatibilis. Igen, azért is, mert ez az egyik nekem ilyen, nézem a jegyzeteimet, erről jegyzeteltem a legtöbbet, hogy itt a nosztalgia kapcsán az egész filmnek van egy nagyon sajátos amerikai műfajba berakható, ez az amerikai Jeremiád nevezetű művészeti forma, vagy elsősorban irodalmi forma, ami egyfajta az ilyen 20. századi amerikai irodalomban van jelen, ami a Jeremiád nevet Jeremiás proféta nyomán kapta, és nagyjából az a lényege, hogy az a mű, ami ebbe a műfajba tartozik, az nagyon erőteljesen egy ilyen profétai kritikát fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy ami ma az Amerikai Egyesült Államok társadalma, az egy nem fenntartható, az egy rossz, az egy elfajzott, az egy bűnös, az egy halálra ítélt világ, és ugye ennek a főszereplője a filmben az úgy érzem kicsit, hogy a Doki, a Doc Hudson, vagy a Hudson Hornet, és de hogy a profétai műfajhoz hozzátartozik az is, hogy felmutat egy ilyen álomképet, hogy na ilyennek kellene lennie. És szerintem erről szól a film, hogy a John Lasseter végigutazza a családjával a 66-os utat, és azt látja, hogy na ilyennek kéne lennie egyébként az amerikai életnek. Hogy itt élnek ezek a kis közösségek, ismerik egymást, szeretik egymást, tesznek egymásért, egymást tartják fenn, és egymásból táplálkoznak, és hogy ez egy ilyen kedves, igazságos, etikus, jóságos, törődő, ideális világ, amit az 50-es évek amerikai ideál képében láthatunk meg, amit az András gyönyörűen elmondott. És van ennek az egésznek egy ilyen gyönyörű tragédia, tehát van egy borzasztóan tragikus rész, amit már az András is említett, amikor az egész rész, ez egy ilyen borzasztóan gyönyörű, attól a pillanattól kezdve, hogy ott a Sally kikéri a villámot, ott elautóznak ezen a gyönyörű tájon, a Randy Newman egyik legjobb zenéjét rakja alá, borzasztóan csodálatos ez az egész millió, és azt látjuk, hogy a villám így azt érzi, hogy na úristen, ez itt valami. Szóval, hogy itt valami olyan kincs rejlik, amit itt senki nem lát. És ott meglátja ezt a tájat, és ott elmondja neki a Sally, hogy
hogy figyelj, ez már nincs itt. Ez már meghal. És akkor ott ugye elkezdődik ez a James Taylor dal, amit szintén a Randy Newman írt egyébként, csak ez James Taylor adja elő. Egyébként majd a film zenéjéről is beszélünk, mert az is szerintem érdemel pár szót, de hogy, és hogy látjuk ezt a borzasztóan tragikus jelenet sort, hogy itt látjuk ezt a, azt a kipufogó fürdőt teljes valójában, amit egyébként már megszeretünk, és tényleg azt látjuk ez alatt a 3-4 perc alatt, hogy hogyan halt el folyamatosan. És azért nagyon tragikus ez a jelenet sor, mert itt Magyarországon is végignézünk azokra a kis falukra, amikben élnek emberek, vagy amikben esetleg volt kötődésünk. Itt is ugyanezt a folyamatot nézzük végig, hogy ezek a települések, ezek sorba halnak el, és halnak ki szó szerint. És hogy azt látjuk, hogy ez a kis közösség, ez egyszerűen azért hal ki, mert ugye megépítik az autópályát, ezt az interstate rendszert, aminek ugye itt most ez is egy picit tudományosabb, de hogy, vagy egy picit ilyen társadalmi, de hogy ugye azzal, hogy megszületik az interstate rendszer, ugye a tőke eltűnik a városból, mert ugye nem állnak meg az emberek vásárolni, és nem költenek ott el pénzt, ezért az anyagiak nem olyanok, és így hal el folyamatosan a város, nincsenek lehetőségek, és egyébként tök jól fogalmazza meg a Sally, hogy azért történik ez, mert valaki 10 perccel kevesebbet akart utazni. És egyébként tényleg így érjük a világunkat, hogy azért nem fenntartató modellekben gondolkodunk, mert valamit egy icipicit kényelmesebben akarunk csinálni. Akkor a Cars 4 az majd arról fog szólni, hogy már csak elektromos autók járkálnak, és senki nem akar megállni tankolni? Nem. de jó ötlet. Azért nagyon jó ötlet, mert szerintem nekem van egyébként egy óriási problémám ezzel a filmmel, és pont ez az, amire most így akarok kiukadni, hogy ez egyébként egy nagyon erőteljesen kapitalizmus kritikus film. Igen. Tök jól bemutatja azt, hogy... Miközben éppen felvásárolja a Disney a Pixart. Egyrészt, másrészt a film vége is arról szól, hogy úgy érkeznek vissza ebbe az 50-es évekbeli álom állapotba, hogy a Will McQueen oda költözik és visszaviszi a tőkét. Tehát nem úgy oldódik meg ennek a kis közösségnek a társadalmi helyzete, hogy átalakítjuk az autópálya rendszert, hogy nem a rendszert építjük a közösségeink közé, tehát a rendszer nem a közösségeinket szolgálja, hanem csak annyi történt, hogy a Will McQueen oda helyezte a izét, oda helyezett egy piacot azzal, hogy oda helyezte a főhadiszállását. És ennyi. És nem ilyen megoldásokban gondolkodik a film, hogy na nekünk itt akkor változtatni kell az életmódon ahhoz, hogy ez a közösség fennmaradjon, hanem ugye nagyon megerősíti ezt az egyébként nagyon amerikai gondolkodást, hogy na azért nem történik ez minden, mert te nem teszel eleget. Vagy te személyesen nem teszel ezért az ügyért. És nekem ezzel kapcsolatban van egy óriási problémám, óriási nehézségem, és ez egy ilyen kritikám a filmmel is kapcsolatban, tehát úgy szeretem, úgy imádom ezt a filmet, hogy azért szerintem vannak kifejezetten borzasztó pontjai, mármint, hogy ilyen üzenetben, és ez a véget egyébként így gondolom. Nem tudom, hogy ez most mennyire nagyon vitte el, vagy mennyire éreztek ennek a realitást, de ezen mostanában nagyon sokat gondolkodtam. Egy elgondolkodható kérdés általában véve is szerintem a személyes felelősség az ilyen dolgokban, hogy a világnak a változása az mennyire befolyásolható az individuum által. Én is hajlok arra, hogy nem vagyunk igazán felelősségre vonhatók. Azt hiszem, ezt akarod mondani te is? Igen. Tehát, hogy igazából úgy fogalmazza meg ez a tanulmány, amit András is olvasott, hogy a film az körbe-körbe megy, mint a NASCAR maga, és nem előre halad. És ezt érzem, hogy itt van egy gyönyörű történet arról, hogy mennyire tényleg borzasztóan gyönyörű és igaz az a történet, hogy mennyire fontos az, hogy ne egyedül legyél ebben a világban, hogy ne rólad szóljon ez a világ, hanem hogy közd össze az életedet más emberekkel, és nem gondolom, hogy előre haladna ez a történet ebbe az irányba, hanem igazából ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy,
hogy na az hozzá el ezt a sikert ennek a városnak, hogy egyébként pont van egy ilyen szerencsés dolog, hogy ő ott oda került. De amúgy attól függetlenül a kisvárosok, a többi kisváros ugyanúgy elhal, érted? Tehát, hogy nekem ezzel van a problémám, hogy nem mutatja meg azt, hogy mi ebből a kiút, és megmutathatná, hát hogy mi ebből a kiút. Meg ez azért érdekes, mert hogy a Doc Hollywood gondolom nem azzal ér véget, hogy, a, hogy plasztikai sebészetet indít a kisvárosban a Michael J. Fox. Igen, igen, igen. Mert ugye az lenne a teljes analógia, mert ugye ahogy elmesélted, ott azért készül Kaliforniába, hogy ott egy ilyen nagyon jól menő plasztikai sebésznek álljon, és ebben térítik el a kisvárosba, ahol aztán így a kisközösségnek az orvostársában találja meg saját magát, és hogyha ugyanaz lenne az ív, mint a Verdákban, akkor elmenne a végül Kaliforniába, és ott így bemutatna a középső ujjával ott a nem tudom, plasztikai sebészek egyesület, gonosz egyesületének, vagy nem tudom, pénzéges egyesületének, és azt mondja, hogy én megnyitom a sajátomat, és akkor egy csomó ügyfél az már oda fog járni. És hogy az tényleg egy nagyon fura üzenet lenne, és nekem egyébként nem is tűnt fel ennyire a Verdákban mostanáig, hogy ennyire kettős, vagy ennyire fals a végkicsengése. Szóval ez tök érdekes. Igen, és a másik, amit hozzá akartam tenni még ehhez, kicsit így újrahozva, amit te mondtál, András, hogy arról, hogy ugye nem mindenkinek olyan idilli ez az 50-es évekbeli történet, hogy épp ez is egy ilyen nehézség, hogy nem egy közös álmot épít, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen közösségen alapuló álmot, hogy na ilyennek kéne lennünk mindannyian, hanem egy tényleg ezt az 50-es évekbeli álmot építi, ami ugye nem mindenki, tehát csak egy nagyon konkrét közösségnek volt álomhelyzet, és mindenki másnak egyébként meg totális szívás. Igen. És hogy azért van ezzel fajta nehézség, hogy bepozícionálja magát ebbe az egész filmbe, ebbe az ilyen mitikus déli Amerikába, mitikus déli fehér Amerikába, és nem fejt ki egyfajta kritikát ezzel kapcsolatban, hisz nem is gondol bele a Lasseter szerintem ebbe a minőségbe. Pontosan, nem, tehát hogy a Lasseter nem egy allegóriát akart itt felrajzolni, hanem volt neki a nagy szerelme ez az autó dolog, meg a 66-os út, meg ezek a régi idők, és egyszerűen ebbe vágyott vissza, hogy most az a saját gyerekkora, vagy nem, azt nem tudom, de hogy ebbe vágyott vissza, és ennek akart így emléket állítani, vagy ebben akart így élni egy kicsit, és nem, nyilván nem gondolta végig ezeknek az ilyen gazdasági, társadalmi vonatkozásait, amik azért jönnek ilyen erősen, mert hogy ténylegesen az, hogy itt csak autókat látunk, egy autókból fölépülő társadalmat, ami viszont ennyire rímel az amerikai emberi társadalomra, hogy innentől kezdve viszont kézenfekvően adja magát egy ilyen teljes allegorikus olvasat, amit a film nem akart volna megtenni. Itt ez a legjobb az egészben, hogy az autó az maga a kapitalizmus. Ez meg maga, igen, Amerika. Ford ezének a találmánya, igen, a gyártósor. Igen, meg valami, igen, ami mindig száguld előre, meg mindig hajt előre. Igen. És egyébként az egy tényleg tragikus kép, hogy ott a gyönyörű lankákat így ketté vágja tehát ez ilyen, tehát hogy nekem ez a bajom, az a nehézségem ezzel, hogy gyönyörűen, tehát tálcán kínálja neked ezt a megoldást, és nem csapja le. Tehát, hogy gyönyörűen feldobja a labdát, gyönyörűen előkészíti ezt az egész történetet, és nem érzem azt, hogy lecsapná. És a három egyébként megpróbálja lecsapni bizonyos helyzetekben. Ugye itt ti nem láttátok a hármat, de ott például van egy olyan, ugye ott arról szól a három, hogy kiöregedik a villám, és megoldásokat keres arra, hogy hogyan maradhatna még inkább a versenyzés világában. És tehát mindent kipróbál, ilyen nagyon új dolgokat, ilyen szuper szimulátorokat, meg nem tudom, meg elmegy a dokinak a versenytársaihoz, és hogyan edzettek régen a nagyok, meg nem tudom. És ott van vele egy edző, egy fiatal lány, aki egész életében arról álmodik, egy latin lány egyébként, egész életében arról álmodik, hogy versenyző lehessen, de ugye sosem adatott meg neki, mert ez egy férfi világ. És akkor ott megkérdezi ez a lány, ez a Ruiz, hogy a villámtól, ami egy nagyon őszinte, és annyira jól bemutatja ezt az egész egyébként fehér férfi problémát, vagy ezt a fehér férfi milliót, amiben a film van, hogy megkérdezi a villámtól, hogy,
hogy egyébként te nem érezted még magad bizonytalannak abban, amit csinálsz? Vagy nem gondolkodtál esetleg el azon, hogy te nem vagy, lehet, hogy te mégsem vagy jó? És így elmondja a villám tök őszintén is, hogy a szemében mondja, hogy ezen még soha büdös életben nem gondolkodott. És hogy ugyanez, na és hogy ez szerintem tökéletesen leírja a Lasseternek a gondolkodását ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ő neki van egy nagyon erőteljes víziója, amit egyébként nagyon jól ad át, de soha büdös életben nem gondolkodott el azon, hogy az a vízió, amit ő lerak, az egyébként ne lett volna, ne lenne nem teljes, vagy nem 100%-os. És szerintem egyébként az ő bukásának, ha bukásának lehet nevezni, egyébként pont ez a kulcsfogalma, vagy pont ez a kulcs lényege, meg ezeknek az abúzív lényegeknek, vagy na, abúzív viselkedéseknek is pont ez a lényege, hogy te soha az életben nem gondolkodsz el azon, hogy te rosszat csinálsz. Igen, ez tök igaz. És ez a villám a legelején, hogy és sose gondolkodik azon, hogy és a végén ugye mások tanítják meg neki. Igen, tehát ki mondják, hogy a film elején, vagy már nem is amikor, hogy ő önző, és csak magával foglalkozik, és hogy a film az meg az meg így az empátiáról szól, elvileg arról, hogy hogyan tanulja meg a villám azt, hogy másokkal együtt érezzen, vagy nem is csak az, hogy másokkal együtt érezzen, hanem hogy mások igényeit is figyelembe vegye ebben a kisvárosban. Igen, és egyébként ezért kicsit tragikus a háromnak is a története, hogy simán korrigálhatta volna ezt, és próbálja is korrigálni, csak nem sikerül, tehát hogy nem mindig sikerül neki. Pedig nem hiszem, szerintem, hogy egy rossz film. Szerintem, amiről beszélsz, az már túl komplikálná a narratívát. Tehát ez egy nagyon leegyszerűsített, lecsupaszított mondani való, így annak a generációnak, aminek ez a mese szól, és, igen. És nem lehet ezt, tehát túl sok mentális súlyemelést igényel az, hogy beletegy a film, amit szeretnél, amit hiányolsz, inkább úgy mondom. Persze csak azért, mert hogy a Pixar tényleg így a magas, tehát hogy az animáció magas művészetének tartjuk, és szerintem jó, a Ghibli után. Jó, az, ami nekem egy ilyen nagy vak volt, de hogy ebben a millióban tudod, azt szoktuk mondani, hogy ez az okos animáció, és azért úgy is nézzük, hogy ez okos, és szerintem a Verdák is egyébként borzasztóan okos, bármennyire egy ilyen gyerekmázba tűnik, és én is ezért merem ezt felrólni neki, bár nem tud válaszolni, de hogy ezért merek erről beszélni, mert hát borzasztóan okosan áll hozzá ehhez a témához. Tehát, hogy ez a legmegragadóbb része ennek az egész filmnek, hogy ott látjuk az amerikai lankákat, és szinte látom magam előtt azokat a 19. századi festményeket, amit a Vadnyugaton rajzolnak, mert hogy annyira igényesek, vagy nem. Vagy hogy látjuk ezeket az autókat, ahogy megvannak animálva, ahogy tükröződik a króm, ahogy mozognak ezek az autók, hogy értik ezt a milliót. És egyébként lehet, hogy el kellett tennie 15 évnek, hogy mármint én tök örülök annak, hogy ezt a kérdést felveti nekem ma ez a film. Mm. És nem számon kérem a filmet, azért nem rossz, hanem nagyon örülök, hogy felteszi ezt a kérdést. Főleg, és egyébként úgy teszi fel, hogy ezt csak így meg akartam említeni, hogy nem tudom, hogy néztétek-e, de hogy a Dan Fogelman is írta a filmet, aki a This Is Us-nak a és én nagyon szeretem ezt a sorozatot, mert az is egy ilyen álomszituációkat mutat. Vagy ilyen annak álom. Az egyik alkotója, ugye? Igen, hát az alkotója. Az tehát, alkotója. Hogy ő a showrunner. És hogy na, ott a This Is Us-nál is ez van, hogy ilyen álom családokat, álomszituációkat dob fel, és azt járja körbe, hogy miért hiszünk ezeknek az álmoknak, és ez így tökre jól összekapcsolja ezt a két dolgot. Szabi most említette magát az animálást, ja. Az animációkat, és az autóknak az animációit, hogy, hogy azok milyenek, és itt én nekem be kell, én a film végéig nem bírtam megszokni az autóknak az emberi arcát. Konkrétan az, hogy nyelvük van az autóknak, és kilóg a nyelvük, én ettől ez nekem Uncanny Valley volt, és nem, végig nem bírtam bele megbírkozni. Teljesen kikészültem tőle.
Ez király. Hát ezt arra abszolút nem számítottam. Nyelve van az autóknak, édes Isten. A szeme az oké, azt elfogadom, persze, szája van, oké, de miért kellett 10 olyan jelenet, vagy 20, amiben lóg a nyelvük? Istenem! Nem, ezt hát nem meg ugye hogy az, hogy ott imitálja a villám a Michael Jordannek a nyelvkiöltését, mikor ugrik. Hát annyira... Tehát, hogy amúgy a másik dolog, amit imádok ebben a filmben, hogy annyira fogunk ilyen bad shit. Tehát, hogy igen. Ez a világ, meg az, amiket idéz, meg az, amiket így... Tehát, hogy így nézed, és így... Úristen! Tehát, hogy... Igen, igen. Az, hogy ez egy rakás, kanos autó. Igen. Hogy folyamatosan de kukkolják... De közben nincs romantika. Folyamatosan kukkolják egymás alvázát, rendszeres, tehát visszatérő poén ez a Get a Good Peak, hogy most aláláthatunk az autót, a borzasztó, borzasztó. Abba már bele se gondolunk, hogy itt az egyik autó belehajt egy másik autónak a belsejébe, ugye amikor a kamionba benne van a villám. Ez nem az autónak a belseje, csak egy trailer. Az autó az véget ér. Ez a lényeg, csak a nyerges vontató. Hogy ez ugyanaz, mint a macskák. Hogy tehát hogy amikor írja a macskákat az Andrew Lloyd Webber, akkor így folyamatosan kérdezik az emberek, hogy te figyelj, Andrew, ennek mi az értelme? Hát itt ennek semmi értelme, hogy itt mit csinál, és akkor visszamondja az Andrew Lloyd Webber, hogy figyelj, Hell, az éppen, mert ez a szlogen, mert a rendező a Hell, nem tudom kicsoda, nem egy Hell, ezek macskák, ennyi. Tehát hogy ugyanez, hogy András, ezek autók. Igen. Ennyi. Ki a közvilágításban az égőket? Hát ki akasztja fel a képeket a falra? Tehát, hogy nincs befogyott a hüvelykújjuk, hogy tudok bármit megfogni. Hát ugye itt a kéz, a gumi, de az sem. És hogy az a nagyon érdekes, hogy viszont abban meg tök-tökös a Pixar, hogy ugye egyrészt hoz egy ilyen döntést, hogy a szemeket fölteszi a szélvédőre, és nem a lámpára. Nem a lámpa. Ugye az egy tök nagy változása az animáció történetben, de szerintem ez egy ilyen óriási bátorság, hogy ugye reálisan animálja az autókat, tehát ami fém, az szintén fém, és az ő kifejezésük, tehát hogy az, hogy a mosoly is addig tart, ameddig a fém tart. Tehát, hogy ők arra ügyelnek, hogy ne legyen ilyen irreális hajlás mondjuk egy autónak a izébe. Vagy mikor például összetörik a King a végén, akkor ugye ez egy nagyon reális összetörés. Igen. Tehát, hogy ezek nem gumik, nem gumibábuk, vagy ilyen massza animált karakterek, hanem ezek igen, ténylegesen igen. Autók. Ezek igen, konkrétan és ez tök jó. Autók. Igen, és ezeket nagyon-nagyon jól megcsinálják. Mikor a benzin táplálja őket, de ez a fura, hogy ténylegesen autók, benzin táplálja őket, de nyelvük van, ami meg egy tök szerves. Azt mondja, oké, hogy beszélni kell és formálni a hangokat, de foguk, fogsoruk. De vannak olyan beszédhangok, amiket foggal tudsz kiejteni, amikhez szükség van. Nem kell egy fognak kinéző dolog, ott van az a rács, vagy akármi, tehát az autónak eleve vannak előalkat részei, amelyek helyettesítik a fogad, de nem, nekik van fogsoruk külön. És hogy ez a tök érdekes, ugye nem tudnak sok mindent csinálni. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot látunk ebben a világban, igen. Amit nem érted, hogy miért van ott. Például egy csomó terméknek látjuk a reklámját. Ezt abban a dokumentumfilmben, amit néztem, az egy 10 perc, hogy a film grafikusai arról beszélnek, hogy nekik valami 1000 különböző ilyen reklám dolgot kellett megtervezni ők, mert ugye a NASCAR autókra rá kell rakni, meg hogy ott a Flow-nak látjuk az éttermében a menüt néha, és akkor meg kellett tervezniük, hogy na és ez az, és mit csinál egy autó? Megy, mozog, akkor isz a benzint, és ennyi, nem tudsz mit csinálni, ruhákat nem visel, az semmit nem árul. Ugye? Nincs az, hogy még ruhákat se tudsz aggatni rájuk, hogy a karakterről mit árul el ez. Nincs az, hogy tárgyak vannak a kezébe, hogy mondjuk, tudjátok, mint egy ilyen normális filmben, hogy akkor tépelődik az emberke, és akkor ott a könyvét a kezében ott tépkedi meg. Ez se tud megtörténni. Tehát, hogy nem express, tehát az egész egy ilyen tök egysíkú
dolog, a környezet nem rájuk van kitalálva, hanem az de abszolút... közben van gumiabroncsbolt, van tárgyalóterem. Meg a montásban ott van, hogy mennyi ilyen klasszikus kiskereskedés van ebben a fő utcában. Azt nem hiszem, hogy mindegyik autós tematikája, valószínűleg egyébként igen, de gondolom, pedig. Hogy mindegyiket autós jellegűre tervezték, de akkor is. Az, és így ez annyira jó benne. Én ezt borzasztóan szeretem, hogy így tényleg, ezek autók. Ezek autók. És ennyi. És ugye nekem ezért van problémám, hogy ebből ilyen univerzumot akarnak vagy univerzumot építenek a kettővel, meg a repcsikkel, meg nem tudom, mert hogy ez a film egy allegória. És hogy ezt az allegóriát egyébként egy csomó poénra használja fel. És ugye ezek a poénok, hogy ezek az autók mennyire ilyen betsitek. És hogy ez egy allegória. És itt a történet a lényeg. És hogy a világnak a szabályait nem számítanak. Hisz az a lényeg, az egész lényeg a filmnek, hogy megidézze neked ezeket az ismerős elemeket. Hogy te tudd, hogy na itt ez történik. Szóval, hogy csodálatos. És viszont szerintem egyébként, csak hogy méltassuk is, azért a belüket kidolgozzák ezek az animátorok szerintem ebben a filmben. Szerintem még a mai napig tök gyönyörű ez a film. Nagyon-nagyon szép. Nagyon szép. Nagyon gyönyörű szép szerintem is. A természeti tájak is. Ezt a pár évet, ami a Toy Story 2 meg e között telt el, mennyire tetten érhető a fejlődés. Tehát nagyon. 99-es a Toy Story 2. És a következő az már a Szőr, Zetről híres szörnyerték 2001-ben. A Némo nyomában víz alatt játszódik, főként ilyen csillogó felületek, meg sima felületű élőlények, az nem olyan megterhelő. Nyilván tele van bonyolult dolgokkal, de hogy nagy kihívás most nem látok hirtelen benne, max a víz animációja, amiben újat tud mutatni. Aztán 2004-ben már az Incredibles-ben iszonyat jók az arcok, a humanoid karakterek, az embereknek a megjelenítése, az tényleg iszonyú, de még ott is azért rohadt sokat spóroltak, tehát arról a filmről tudni lehet, hogy annyira szűkös volt a határidő, hogy szokásostól eltérően ott nem úgy animáltak, hogy megvan a teljes, mit tudom én, az egész jelenet, minden egyes szeglete rajzolva, meg vizelva, alkotva a 3D-ben, és akkor csak elhelyeznek benne egy kamerát, és akkor eldönti a Brad Bird, hogy az merre pásztáz, hanem tényleg csak az volt kidolgozva, amit látott a kamera, tehát annyit kellett spórolni a helyszínen. Szóval ez így éppen, hogy csak vállalható egy csomó szempontból ez a film ma is, és akkor egy-két év, 2006, és a Verdák az már ilyen lenyűgözően néz ki tényleg. Igen, és nem is az autók. Igen, és nem is az autók szerintem, amit a legizgalmasabbak, hanem a fény, amit te mondasz, és a fénynek a tükröződése a krómon. Igen. Az, hogy a krómot meg tudják reálisan csinálni, és ettől igazán cseszett jó az olyan, mikor ott kivilágosodik az egész város este. Mert hogy képzeld el, 2006-ban mondjuk felnőttként ott ülsz, érdekel az animáció, és így vágod, hogy hol tart a technika, és így meglátod, úristen, hogy a ray tracing működik. Tehát, hogy, igen. Hogy az elképesztő, hogy az ugyanolyan tökéletesen élethű, mint a bármelyik Michael Mann filmben, vagy az American Graffiti-ben, amikor így a neonfények az éjszakában így az autónak a karosszérián így végig siklanak, az is gyönyörű, de egyébként az összes természeti táj, az összes éjszakai jelenet, az amikor ugye kigurul a teherautó, vagy igen, teherautójának a hátuljából, és akkor egyedül maradott a villám a sivatagban, ott a vasúti átkelőnél például, és akkor van egy ilyen madártávlatból az egész tájat, ilyen éjszakai tájat ábrázoló kép, ahol talán egy ilyen lámpaoszlop világítja meg. Az is elképesztően szép, tehát tényleg a maximálisan egyetértek, hogy csodálatosan gyönyörű ez a film, és tudjuk, hogy az animációban mennyire ég és föl tud lenni néhány év alatt a különbség, ahogy a Péter most így végigvezette, és az, hogy eltelt azóta 15 év, és egyáltalán nem érezzük azt, mint hogyha 2010-ben visszanéztük volna a Toy Story-t.
az első Toy Story. Mert szerintem az első Toy Story 2010-ből visszanézve is már harmatos kinézetre, igen. Nem csak most 2020-ból vagy 2021-ből. Igen. Tehát ilyen alapon a Verdáknak is fájnia kéne, és egyáltalán nem fáj, sőt. Igen, azt egyébként igaz. Azt észrevettétek, hogy a környezet az miért olyan, amilyen? Hogy ilyen kicsit más? Nem, ezt nem vettétek észre? Hogy ilyen a hegyek máshogy néznek ki, meg hogy ilyen nagyon jellegzetes alakjuk van. Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen autóalkatrészeket imitáló formája? Igen, de hogy ezt tudjátok, milyen mögött a koncepció? Nem. Hogy te is, mikor jársz a természetben, akkor te is ilyen emberi dolgokat keresel, hogy arcot a fában, ez jó. Vagy hogy a felhőkben ilyen alakokat, és hogy úgy rajzolták meg, hogy ezek ilyen régi autók, vagy régebbi autóknak a motorházaim, vagy kerekei, meg nem tudom, ez volt a koncepció elmögött, szerintem nagyon kedves. Wow, ez abszolút, abszolút kimaradt, ez nagyon jó, ezt majd vissza, beletekerek majd ilyen szemmel. A másik, ami szerintem, egyébként ott látjátok, hogy mikor van a körpálya, az a salakos körpálya, vagy az a nem salakos, nem tudom, mi van ott. Szóval, hogy ott van egy ilyen kis domb középen, és ott van egy ilyen kiálló csücsök, vagy egy ilyen kiálló kis valami. Igen, és az igen, a kiálló, az a motorháztetőn lévő embléma. Igen. Aha. Igen, és igen, hogy igen. Ez az izé. De és a másik szerintem, ami egy ilyen animációs csoda ebben a filmben, az az autóknak a mozgása. Tehát, hogy az, ahogy ennyire autósan mozognak ezek a kocsik, tehát, hogy nem azt érzem, hogy egy animátor mozgatja őket, hanem tényleg hallom a motort rendesen, ugye ki is mentek egy csomószor ilyen NASCAR pályára külön hangokat fölvenni. Tehát, hogy ezek élő autóhangok, amiket kint a NASCAR pályákon vettek fel, amiket használnak, de hogy így annyira érződik az, hogy itt tényleg autók mozognak, és nem egy ilyen random emberkeit húzogatja őket egy ilyen animációs programban. És hogy van súlyuk a kocsiknak, tehát hogy a nehéz autó az nehéz, a könnyű az könnyű. Igen. És mert ez az, ami szerintem nagyon érdekes, hogy ugye, amit említettem is, hogy ugye nincsen ruhájuk, nincsen tárgyak, tehát hogy nem tudják kifejezni nagyon magukat ezek az autók. Ezért minden autó úgy egysíkú, hogy minden autónak az a személyisége, amilyen a kocsi maga. És egyrészt ezzel tudnak játszani, vagy csak ezzel tudnak játszani külsőleg, és szerintem ezt tök jól megoldják, hogy a zsémbes katona kocsi, vagy a nagyon cuki, óriási, de félénk tűzoltó autó. És hogy azért nagyon érdekes, mert hogy szinte emiatt az egész film az írásra van magára utalva. Hát meg a hangokra. Meg a hangokra, igen. És hogyha szerintem ezek nem lennének jól, akkor fele ennyire nem működne ez a film. Tehát, hogyha ne lenne ennyire, de erről beszéltetek is egyébként a Toy Story adásban, hogy mivel a Pixar filmeknek ugye rövidebb a hossza, ezért ugye nagyon bele kell sűríteni mindent. Tehát ott nincs, meg hogy maga az animációs költség is nagy, ott nincs az, hogy egy színész tudod, sóhajtozik, és akkor megvárjuk, hanem ott nagyon pontosan a forgatókönyvben menni kell, a tervekkel menni kell, mert ugye nagyon konkrét dolgokat kell meganimálni. De a Verdágban meg az a fura, hogy ez egy baromi hosszú film, a Pixar animációhoz képest, tehát egy 2 óra, és én amikor nekiálltam a filmnek, akkor úgy éreztem, hogy ebben 100%, hogy nem lesz 2 órányi anyag, igen. És azt fogom érezni, hogy ebben 1,5 óra van, és ezt is érzem, de közben nem tudom, hogy mit vennék ki. Meg nem tudom, hogy hol venném feszesebbre, mert egyébként meg a tempókezelésével nincs semmi bajom, sőt. Valószínűleg egyébként pont ezek miatt az ilyen kis nosztalgiázós, kis azért tájban gurulós jelenetek miatt lesz ez 2 óra, de én se tudnám, én se szívesen vágnám ki ezeket. Tehát talán mondjuk van egy olyan jelenet, az a traktoros jelenet, mikor ott a teheneket, ja, vagy hát igen. A tehén traktorokat, ami azt mondom, hogy ez egy kicsit, traktorok, igen. Ami kicsit azt mondom, hogy ilyen vicces, de amúgy gyengébb. Szóval vicces, mert a Elizával néztük, és szinkronosan, és ő nagyon nevetgélt ezen a jeleneten, vagy ő nagyon kuncogott, én meg így annyira nem élveztem, de hogy, majd az Eliza a barátnőm, és hogy a hallgatóknak mondom, és hogy
Na, az egy olyan jelenet, amit lehet, hogy feszesebb, de hogy annak is van narratív értelme, hogy na, igen, itt barátkoznak össze. Tehát, hogy az ő kapcsolatuk szempontjából egy ilyen nagyon fontos jelenet. Igen, mert hogy egészen addig még a villám nagyon ágál ez ellen az egész közeg ellen. És igazából ez meg a Sally-nek egy-két közös jelenete a Sally-vel, ez az egy-két apró momentum van, ami átfordítja, és hogyha bármelyiket kivennénk, akkor totálisan nem működne az, hogy ő beleszeret ebbe a kisvárosba, mert amúgy ebben a karakter ívben szerintem nagyon hosszú időt hagy a film annak, hogy bemutassa a nagyképű, önző villámot a kipufogó fürdőbe érkezés előtt is, és amikor megérkezik, akkor is. Nagyon kevés idő van arra, hogy megmutassa, hogy hogyan fordul át, és utána megint hosszabb időt hagy arra, hogy bemutassa, hogy hogyan mélyül el a szeretete. És mivel tényleg egy-két olyan elem van, ahol így megtörténik ez a váltás a villámban, azok így kulcsfontosságok, és az egyik tényleg ez az éjszakai traktoros. Ha már szabolcsra adok a hangokat, akkor tudom, nagyon más a magyar szinkron biztosan, de kíváncsi vagyok arra is, hogy az át is alakítja a rangsor. Nektek kik voltak a kedvenc karakteritek, kik voltak a kedvenc hangjaitok a filmben? Most írjunk gyorsan egy ilyen hármas listát, és akkor... Csak itt pár nevet, aki eszedbe jut, nem kell top. Ja, nem csak, hogy egy a szinkronizé. Akkor amíg mondtok, addig gyorsan összerakok, hogy akkor a szinkron szerintem, hogy a izé. András, neked voltak ilyen, mint mondjuk a Rex a Toy Story-ban ilyen MVP-k? Fú, a mellékszereplők közül talán annyira egyébként nem volt ilyen nagy MVP, mindenkit kedveltem. A Guidot meg a Luigit nagyon megkedveltem a végére, pedig eleinte még inkább ők egy picit talán idegesítettek is. Aha, a Fillmore meg a Sarge párosa olyanok voltak, hogy ők így annyira egy nagyon szűk jellemvonásra voltak kiegyezve, hogy úgy bennük nem láttam úgy nem láttam meg annyit. Nekem, aki abszolút a favoritom volt, de hát ő nem ilyen epizódszereplő, az a Doc Hudson, a Paul Newman miatt. Én valamiért megfeledkeztem arról, pedig nem olyan régen is olvastam még, hogy a Paul Newman lesz a hang ebben a filmben, meg hogy ez egyik utolsó, sőt az utolsó szerepe. És hát amikor amikor a film közepetán egyszer csak felismertem, hogy ez csak a Paul Newman lehet, akkor hirtelen annyira boldog lettem, és így annyira azonnal beleszerettem a Doc Hudsonbe. Akkor így a Cool Hand Luke utalás is elment a fejed mellett? Teljesen. De az melyik volt? Ez nekem sincs, hogy... Mármint én láttam a Cool Hand Luke-ot, csak most így nincs van. Hát, hogy aszfaltoznak abban a filmben. Az tényleg? Azt csinálják a rögtönben. Azt hittem, ilyen csak ilyen egy apró mondat. Egyébként a Paul Newman, ő magyarban is megható, nem tudom ki a magyar hangja most. Kristóf Tibor. Biztos Kristóf Tibor, ezt akartam mondani, tudni biztos. És... Vagy ki a Lightning McQueen, mert Stolt mondanám, de durva lenne, hogyha ez is Stolt lenne. Nem, Tóth Roland, aki nekem nem ismerős. Fura egyébként a magyar szinkron, mert nagyon átfordít. Tehát ez tipikusan ez a fordítási eset, vagy ez a szinkron eset, mikor nagyon magyarosít. És komolyan, és ez már rossz? Nem, hát csak hogy azt mondom, hogy más, tehát más experience a kettőt. De hogy a Paul Newman az egy ilyen borzasztóan megható, azért is nagyon megható, mert ugye a Paul Newman ugye borzasztóan szereti a motorsportot, tehát ugye még 80 évesen is ilyen amatőr versenyekben elindul. Mert ugye a NASCAR-nak az a varázsa, meg ennek a motorsportoknak, hogy ezt te 60 pluszosan is tudod űzni. És ugye ez is egy tök érdekes ebben a Verdák univerzumban, hogy ugye nem öregednek az autók. Tehát ugye ott van a T-modell, hát az is már 100 év, de nem és akkor van az a Stanley, ugye a város alapító, aki így nem tudod, hogy ő miért nincs itt. Azt tudod, hogy ő meghalt, de nem érted ezt. És ez a Verdák 3-ban egy ilyen nagyon izgalmas dolog, ugyanis nem csinálja azt a film, hogy a Doc Hudsont visszahozza, hanem nincs jelen, és nem tudjuk, és nem beszél erről a film egyáltalán, tehát hogy úgy oldja meg, hogy mindenki tudja, hogy nincs ott, de a film nem magyarázza meg, és hogy ez is egy ilyen tök érdekes, hogy
azért nincs ott, mert tudod, hogy a Paul Newman már nincs köztünk. És ennyi, ennyi a filmnek magyarázatnak tök elég, hogyha te úgy mész be a moziba, hogy te tudod ezt. És hogy van ott egy ilyen gyönyörű jelenet, ami annyira jól összefoglalja az ő egész karakterét, ezt meséltem is Andrásnak így az adás előtt, hogy ugye megismerkedik a villám az ilyen régi sportkocsis emberekkel, a haverokkal, a Dokádzónak a haverjaival, és akkor itt tanítanak neki ilyen trükköket, mint az egyben is a Doki, és egyszer a villám így kifakad, mert borzasztóan fél attól, hogy lenyomja ezt az utolsó versenyt, és hogyha ő nem nyer, akkor neki ennyi volt a karrierje, mert hogy lelassult, kiöregedett. Mert ugye úgy indul a film egyébként, hogy ő is, mint a Doki, ugye ilyen balesetet szenved. Uh-huh. És hogy nem összerakják, de nem tudja már azt a szintet hozni. Uh-huh. És ezt így elpanaszolja, így őszintén kifakad az egyik ilyen régi motoros versenyautónak, és azt mondja, hogy figyelj, mutatok neked valamit, és ez egy borzasztóan megható jelenet, szintén a Randy Newmannek egy ilyen szívfacsaró zenéjével, hogy kinyitja a Dokinak az ottani egy ilyen garázsát, vagy házát, és látsz egy falat, ami teli van a villámnak az újságcikkeivel. És hogy elmeséli azt, hogy tehát amikor véget ér a Verdák egy, a Doki új életre kell, és folyamatosan leveleket küldözget a régi haverjainak, akikkel a balesete óta nem beszélt egyáltalán, folyamatosan leveleket küldözget a haverjainak, és mindegyik levél a villámról szól. És hogy ott elmondja a filmnek a nagy üzenetét, vagy egy ilyen nagy útmutatását, hogy a Dokinak nem hiába volt versenyautó, meg három szelepkupa győztes, itt a magyarban szelepkupa van, szelepkupa győztes, neki nem az volt a lényege, hanem az életének a középpontjában, az életének a lényege az a villámmal való kapcsolata volt. És hogy ez azért nagyon gyönyörű jelenet, mert ez a Verdák egyben nincs kimondva. Mert ugye nem jutunk el, vagy hogy ugye mi csak látjuk ezt, hogy ők aztán kibékülnek, de ugye ennek a gyümölcsét aztán már nem látjuk. Uh-huh. Tehát köztük sosincsen egy harmonikus kapcsolat a filmben, csak abban a pár mondatban, ami az utolsó versenyen van. És ez a három annyira gyönyörűen oldja meg ezt a jelenetet, hogy már nincs ott a Paul Newman, de ezzel az egy mozzanattal, hogy ő folyamatosan leveleket küld a Verdákról, vagy a villámról a barátainak, hát kisírtam a szemem, most is, hát most újra néztem ezt a jelenetet, és itt elbögtem magamat, mert amúgy ebben nagyon jó a film, hogy ezekben a kapcsolatokban van óriási nagy szíve, uh-huh. és megszeretteti veled ezeket a figurákat, és neked is jelentenek baromi sokat az ő kapcsolataik. De a Toy Story-nak is ez egy ilyen kulcsfontosságú eleme és lényege, hogy, igen, így van. Hogy te beleszeretsz abba a kapcsolatba, amiben ezek a játékok élnek. Igen. És ez nagyon megható, és hogy ez ehhez nagyon kell a Paul Newman-nek Engem még mindig megdöbbent, hogy benne van egy Pixar filmben a Paul Newman, ezt nem fogom magam soha. Hát meg örömmel, tehát hogy azért vállalja a filmet, mert hogy ez a NASCAR-ról szól. Ez még jobban megdöbbent. Ez a kész. Na és nektek kik voltak ilyen kiemelkedő karakterek, vagy hangalakítások, vagy a mellékszereplők közül? Vagy főszereplők. Én azért emelném ki a Michael Keaton-t, aki ebben a filmben is, mint minden alakításában, lenyűgöző. Nem tudom, melyik a jobb. A Ken baba, a Toy Story 3-ban, vagy ez? Iszonyatosan jó Michael Keaton, és így felfoghatatlanul más, mint amilyen általában szokott lenni, szerintem. Igen. Nem tudom, nagyon jó, nagyon jó. Tippelj, Péter, hogy ki volt a magyar hangja Michael Keatonnek? Élt még Sermeci Roland akkor? Nem tudom, de annyit segítek, hogy nagyon messze jársz a valóságtól. Tényleg? Uh-huh. Na mondd el. Próbálj arra gondolni, hogy arról beszéltünk az adás elején, hogy ő az egyetlen ilyen kvázi gonosztevője a filmnek. Gonosztevő hangokba gondolkodj? Nem, ki a magyar sztár gonosztevő? Inkább így segítek. Igen.
a Bad Boy. Stuntcasting. 2000-es ja. évek felnőtt gonosza. Hát, várjál, hadd gondolkodjak. Logikus lesz, amikor elmondjátok, de húha, ilyen rossz fiú, mi? Uh-huh. Igen, de nem, nem a színészet felől, meg igen, nem szinkron színész, hanem ja, ilyen, mint celebritás. Igen, stuntcasting, abszolút. Ja, Gangsta Zoli. Yep. Igen, yep. Igen. Úristen! Azt a rohadt. És ő az egyetlen ilyen, nem, még van, most látom a Luigi-nek a Jáksó László a hangja, tehát találtak még egy teljesen random. De nagyon jó. Stuntcastingot, de többiek mind rendes, ilyen klasszik szinkron színészek. Úristen! Úristen! Még az lett volna, hogyha Luigi vagy a Guido, ezért az a séf, na, Gianni Anoni. Ja. Igen, a Guidónál annyit írnak, hogy eredeti nyelven, tehát valószínűleg őt meghagyták, úgy, ja, ahogy persze, van. Logikus. Ja. Igen. És sikerült, nem tudom, mondjuk a Revickit megkérni, hogy a Hammert szinkronizálja, amikor a osztrák akcentussal a Schwarzit imitálva beszél a tévében. Fú. Ja, két ilyen gag volt. Igen. A Schwarzi, aki a Hammer. Nem tudom, mi volt már a másik autó, az is ilyen nagyon beazonosítható volt, mert a Hammer az abszolút a Schwarzihoz kapcsolódik, mert gyakorlatilag azt hiszem, hogy ő popularizálta ezt az autót, mint civil járművet. Igen, igen. Nem, én is itt keresem ezzelre, de... Faragó András szinkron, klasszik szinkron hang, úgyhogy nem. Igen, mert ez a... Igen. Igen. Kár érte. Mondjuk aztán nem tudom, nem sok gyerek értette volna ott, hogy ez a Schwarzinak a magyar szinkronja általában. Igen. Ugye rajta kívül az volt még ez a Jay Limo. Ja, tényleg a Jay Limo, tényleg. Mert ugye ő is NASCAR rajongó, szóval, hogy... Aha. Hogy meg autógyűjtő, igen. Igen, igen, igen. Igen. Ugye, ami nálam egy ilyen tökéletes, hogy a szinkronban tehát ezt a klasszik motorsportos Szújó Zoltánt nem lőtték el a hogy egy palikot legalább, hát 2006-ban még lehet, hogy igen, az akartam. Igen, Sesták Szabolcs és Forgács Gábor van. Aha, de furcsa. Annak tökre örültem, hogy a film végén a autós mozis poénnak, ugye a Toy Story-s karakterek autó verziói, meg a szörnyetés karakterek autó verziói. Az iszonyat jó. Hogy oda-vissza visszajött a Tom Hanks, Tim Allen, Billy Crystal. Nagyon-nagyon király poén. John Goodman. Ja, akkor itt hadd emeljem ki azért is, igen, John Goodman is, teljesen ledöbbentem, de hadd emeljem ki a John Ratzenbergert, mert yes! Minden Pixar filmben benne van. Igen. És itt most ezt most lemsédelik, amikor irányít a film a poénra. Szerintem az nagyon-nagyon jó gag volt. Neked és is tudjátok, mi a magyar változat ennek a poénnak? Na. Hogy na. Kautsky Armand a hang. Aha. És... ilyenek vannak, hogy ennek a csávónak olyan a hangja, mint a James Bondnak, meg szóval, hogy ilyen magyarosítják a... Jaj, de rossz. Mindjárt mondok egy, most meg is hallgatom gyorsan magamban. De hogy így ez a izé, hogy a Kautsky Armandra rá húzzák a poénkodnak. Ez igen, jó ötlet. Igen, nehéz volt ezt megoldani, úgyhogy nálunk nem volt ez ilyen konzisztens. Igen. Meg akkor sem biztos, hogy működött volna egyébként, de így... Igen. Az angolban ez nagyon jó poén volt. Te azt akkor láttad ezt, Szabolcs, te az angolul is láttad a filmben? Igen, igen, angolul is láttam, ezt leesett. Meg ez egy tök jó belsős poén, tehát hogy ez egy ilyen, igen. Meg szép. Ami a magyar szinkron, ami különleges, és ilyen hasonló, mint a Shrek, hogy ugye nagyon jó a Gesztesi Károly. Erre pont beszéltünk a Toy Story 2-ben, hogy gyakorlatilag jobb egy csomószor a magyar szinkron szereposztása ezekben az animációs filmekben. Igen, és ugye itt az a különleges, hogy nagyon más a Matuka magyarul. Szerintem a Larry the Cable Guy egyébként túl sok nekem. Tehát a Towmater végül is ilyen a karakter, de valahogy nekem az a hang az túl intenzív volt. Igen, itt a Gesztesi az ilyen egyszerű, de amúgy a Larry the Cable Guy is, de hogy ez az ilyen egyszerű, sutyó, buta, de melegszívű figura. De nagyon buta. Tehát nagyon-nagyon buta azért. Igen, szerintem. De hogy a jó szívű buta, tudod? Tehát, hogy ez az lényeges elem ennél. És egyébként a villám meg egy tök érdekes szinkrohang szerintem, mert
Ki is a hangja most elfelejt? Ja, Todd Roland. Mert kínos. Szóval, hogy most, ahogy így néztem, de lehet ez nekem így felnőtt fel, hogy azok a szövegek, amiket ő mond, meg, tehát, de ez amúgy az angolban is így van, ezek a csáó, meg nem tudom, ezek amúgy nem kínosak. Nagyon rossz, nagyon rossz. De szerintem ez tök jó, hogy kínos. Igen, igen. Aha. Részben, főleg, de közben meg rossz nézni. Igen, és hogy a magyarban egy csomó ilyen szlenget akarnak nyomni, amilyen autós poén. Ja. És hogy így, ilyen nyelvi poén, az a baj, erre nem írogattam ki, de egy csomó ilyen van, ami hogy jaj, nem tudom, benézel a szélvédő alá, meg, tehát hogy ez az ilyen... Igen, igen. Igen, de nagyon szeretem szinkronhanggal, tehát hogy elkezdtem nézni angolul, és azért vissza kellett váltanom. Na hát annyira hozzászoktál. Ami érdekes, hogy az ügynök, ugye, akinek csak telefonból hangjuk a hangját, a Harv, neki két külön hangja, vagy két különböző hangja van az amerikai és a brit változatban. A Péter már mondta a britet, ez a Jeremy Clarkson, a Top Gear-es. Ez az amerikai változatban nem ő a hangja, hanem a Jeremy Piven, aki ugye az Entourage-ban volt akkor épp, szerintem akkor is már az ilyen sztárügynök, tehát hogy ott az volt a párhuzamoka, hogy azt akarták felidézni, hogy a nagy menű bőrzsöldség fejügyvéd, vagy ügynök. Ügynök, aha. Uh-huh. Igen. Ez jó. És akit még szeretnék kiemelni hangot, az a Richard Kind. Igen, jaj, nagyon megörültem neki. Bár kicsit így, ugye volt is rögtön egy ilyen, de hát ő Bing Bong, tehát ez nem stimmel, volt rögtön egy ilyen zavart érzetem, de nagyon örültem neki, amikor meghallottam. Igen. Kicsoda? Hát amikor betévednek ebbe a kipufogó mi a fenébe városba. A mini és a van. Igen. És ott a Richard Kind a hangja a férfi autónak, aki ugye aztán az Inside Out-ban a Bing Bong. És most hirtelen a karakter, így nézem itt a névsort a Wikipedia-n. Az Richard ilyen táv, Kind az a távfelvételnek az előnye. Legszeretnivalóbb hangú színész a Richard Kind körülbelül. Megfejű, tehát egy nagyon szimpatikus ember, a kisugárzása is. Igen. És aki így már volt szó erről, de szerintem ez is egy ilyen, hogy ti mit gondoltok erről a szerelemről, ami van ebben a filmben? Szerintem működik, csak eleve hiteltelen, hogy az a Porsche mit keres a városban. Ezt hiszem, hogy van többi részen működik, csak az első pillanaton kell magad túltenni. Nekem maga a szerelmi szer az oké, tehát az ugyanúgy működik, mint bármi más a filmben, mármint abban az értelemben, hogy így nagyon egyszerű és nagyon közhelyekből van fölépítve, de ahogy beszéltünk róla, hogy ezek ilyen kellemes, megnyugtató, komfortos közhelyek, tehát hogy nekem is így nem akadtam fönn rajta. Én azt sajnáltam egy kicsit, hogy a Sally a bemutatkozásához képest, tehát ahogy ott a tárgyalóterembe így bejön, mint az ilyen szellemes és mindenkinek az eszén túljáró tűzülőpattant ügyészként, hogy utána igazából nagyon hamar eltűnik nekem a karakterből ez az él, vagy ez a svung, vagy ez a lendület, vagy ez a karakteresség egyáltalán, és egy ilyen csendben epekedő kis szerelmi tárgy lesz belőle, vagy így a villám útjának megjavulásának egy eszköze. És szerintem ez így képileg is így néha így megmutatkozik, tehát hogy van az a jelenet, amikor ugye elmennek a közös randiukra, a Joyride-ra, és akkor ott kikötnek annál a vizesésnél, és ott van egy olyan kép, ahol így a kis, ott van a vizesés, és ott van a kis hídon a Sally, és még ilyen csábosan így bele is néz a kamerába, és akkor így belegondoltam, hogy Johnny haveromnak még sikerült még a male gaze-t becsempésznie egy Pixar filmbe is, tehát ez azért teljesítmény. Hát meg az a fura nekem, hogy amúgy ilyen nagyon milyen naív értelembe vett a szexuális a film, tehát hogy hát én gyerekesen, olyan... Igen, tehát, hogy ez de közben meg horny, de közben igen, nagyon horny a film. Ilyen, tudom, de hogy ez a jó horny, erről egyébként mi sokat szoktunk így podcasten kívül beszélni ugye a Marvel filmek kapcsán, hogy mennyire nagy probléma, hogy a Marvel filmek így nagyon nem hornik.
De nekem ebben nagyon fura volt ez a horniság. Tehát az, amikor Sally mondja, hogy Sally-nél kiderül, hogy neki van egy trampstampje. Nem. Csak hogy maga a vibe, tehát hogy maga ez a hangulat, az egyébként szerintem tök megtapintható, hogy van egy ilyen vonzódás köztük. Csak hogy itt ebben az automillióban is úgy tűnik ez, hogy így összesimulnak, vagy így egymás mellé gurulnak, vagy esetleg az az egyik egy puszit a másiknak. Ami ugye egyetlen egy puszi van a filmben, mikor ugye a villám kap egy puszit a Kingnek a feleségétől, mikor ugye betolja. Igen. Ami amúgy szerintem egy nagyon jó vég. Szóval hogy az, hogy ott megáll, visszakanyarodik, elmondja, hogy ez az egész szelepkupa csak egy üres edény, betolja. Szóval ez egy az egész karakterívnek, vagy az egész narratívának egy annyira jó végkicsengése szerintem. Vagy nem? Vagy ti nem? Nem ragadott meg titeket ez ennyire, mint engem? Lehet, hogy ennyire nem. Annyira talán engem se, de nagyon tetszett meg így. Meg így a verseny közben is azt... Kérgesztívű öreg emberek vagyunk már. Nem, én a vége versenynek már az elején is azt éreztem, hogy itt tudja, hogy nem az lesz, hogy nyer, és nem is szabad annak lennie, hogy ő nyer. Tehát, hogy itt valami másnak kell lennie a kifutásnak, és emiatt nagyon, nekem is nagyon tetszett az, hogy ez lett belőle. De lehet, hogy Péter még nem hagytalak kibontakozni itt a szerelmi szállal, meg az autók szexualitásával kapcsolatban. Ehhez én nem akarok hozzáfűzni semmit. Nézzük meg a Crash című filmet a Cronenbergtől, majd akkor nyilatkozhatunk autószexualitásról. Jó, és van egy... Mi lett volna, hogyha a Vertákot David Cronenberg rendezi, és most mindannyian képzeljük el azt a verziót. Igen. Egyébként van egy... Tehát, hogy én is azt érzem, hogy így nagyon eltűnik a Sally ebből az egész... Tehát, hogy szerintem neki van egy ilyen, ugye két emberrel kapcsolódik össze nagyon a villám, az egyik, hogy talál egy legjobb barátot, a másik, hogy talál egy szerelmi társat, ami így narratív szempontból mind a kettő tök fontos és érthető. Tehát, hogy ez két, az emberi létezésnek a két legerősebb kapcsolata, vagy a szülőségen kívül, vagy az ilyen családi kapcsolatokon kívül, vagy na értitek. És hogy szerintem tök jól működik a barátságuk a Matukával, vagy a Tomatorral, hogy az lesz a barátom, akivel az ilyen leghülyébb tudok lenni. Mikor tényleg magamat adom. Uh-huh. És hogy a Matuka ezért egy ilyen tök jó karakter, nem a comic relief semmisége miatt, hanem azért, mert őszinte. És hogy ő az, aki megtanítja a villámot arra, hogy nem ezt a sztár szerepet kell játszani, hanem azt kell adni, aki te vagy. És a Sally meg egy olyan hivatkozási pont, hogy basszus, mi a fenért van itt egy ember itt ebben a városban, miért szerethet egy ilyen várost egy olyan emberke, aki ugyanabban a környezetből jön, mint én. Mert hogy ugye ez a Sally-nek a sztória, hogy ő egy nagyvárosi ügyvéd volt, vagy nagyvárosi lány volt, aki mégis ezt választja, ezt a helyet. És a Sally így egyszerűen eltűnik ebből az egész képből, el sem megy, ezt nem is értem, hogy miért nincs ott a végén, a versenyen, mintha neki kéne, mintha ő az, akinek az a dolga, érted, hogy ott vigyázzon a falunak az idősére és gyerekére, vagy na érted, tehát, hogy ez egy ilyen. És nem tudom, hogyan lehetett volna, tehát hogy nem róvom fel ezt a filmet, csak közben itt van ez a Sally, aki egy ilyen borzasztóan végtelenül kedves figura, vagy tényleg, amit mondtál is, hogy ez az ilyen tűzröpottant karakter, és közben én láttam volna belőle még többet. Mm. Igen. És a másik, amit akartam behozni, vagy akartam kérdezni tőletek, hogy abban ez a film tök különleges így a többi Pixarhoz képest, hogy ennek van egy ilyen nagyon sikeres soundtrackje. Szerintem hogy ez a legtöbb Pixar filmnek nagyon sikeres a soundtrackje. De hogy ez olyan nem score, hanem ja, hogy a soundtrack. Igen, tehát hogy ez megjelenik a lemezben, és így halomra veszik az emberek. És hogy ami durva. Nem jellemző ez tényleg durva, a Pixar filmekre. És
És jó, de hát, ehhez igen. Készült ez a John Mayer szám, a Route 66-et, azt ehhez vette föl? Igen. Szerintem igen. Én ezt hallottam nagyon sokat, csak a fogalmam sem volt, hogy az Kilana Carshoz készült. Aztán, amikor láttam a filmet, akkor azért úgy felmerült, hogy biztos. Úgy tudom, hogy igen. Logikus. És ezen kívül meg tele van ezzel az amerikánával, tehát Hank Williams. Igen, ja, Hank Williams. Is ismerős, mert hogy a remény rabja, ami szintén full nosztalgia. Pont Hank Williams-et hallgatja azért hirtelen akartam mondani a színész. Mindegy, az egyik börtön töltelik. A Will, mi a színész neve? Mindegy. Nem tudom. De hogy azért hoztam be ezt a témát, vagy azért gondoltam, hogy egy érdemes egy mondat erejéig, vagy legalább egy kicsit beszélgetni róla, hogy nemrégiben jelent meg a Patrick Willems youtubernek egy olyan videója, ami ezekről az úgynevezett needle drop-okról szól, hogy az ilyen dalok hogyan jelennek meg a filmekben. Ugye ez van egy ilyen szaknyelv is hozzá, hogy mi a diegetikus dal, meg mi nem az, és akkor így a szakirodalom ezt egy ilyen extra diegetikus dalnak mondja le, hogy ez a film univerzumában is hallható, tehát hogy ott van zene. Uh-huh. Vagy, na, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy ez hallható vagy nem, mert ugye a Hank Williams-t ott azt hallgatják. Az a diegetikus. Igen. Na és például a Life is a Highway, az meg a nem diegetikus. Igen. Ami egy tök jó jelenet, szerintem, mert ott egyébként pont az egy tök fontos jelenet arra, hogy így megmutassa, hogy ne ez az interstate utazás az, amiről Amerika szól, hogy haladni előre leggyorsabban a világban. és amúgy így földhöz vág a film, hogy nem, a kisvárosi lét az, ami font. Tehát, hogy ez egy ilyen kőegyszerű, de az a jó ebben a filmben, hogy nagyon egyszerűek ezek a dolgok, és nagyon egyértelműek, és én bevallom, nagyon szeretem ezt. Na és az a jó ezekben a dalbetétekben, vagy az a jó ezekben az, hogy attól extra diegetikus egy dal, hogy magyaráz is, hogy nagyon sokat hozzátesz a tartalmi üzenetéhez a filmnek, hogy hallgatjuk a Life is a Highway-t, és akkor ott szól ez a dal arról, hogy az élet olyan, mint utazni az autópályán, és hogy maga a dalok is egyfajta történetet mesélnek el, és arra vannak használva ezek a dalok, hogy a történethez aktívan, vagy a narratívához aktívan hozzáadjanak, és persze ez a filmhez írt dal, de hogy az Our Town ennek az ilyen tökéletes példája, hogy nem a Sally meséli el, hogy mi történik, hanem itt van ez a James Taylor által énekelt dal, ami elmondja amúgy. Tehát, hogy ő konkrétan elmondja, hogy ez a mi kis városunk, ami aztán megváltozott, és nem tudom. És te egyszerre azt hiszed, hogy ez egy random dal, de közben azt is hiszed, hogy egyébként ez a Sally-nek a belső gondolatai. Igen, és ez a Sally-nek a belső gondolatai így fejeződnek ki ebben a dalban. Igen, de szerintem ez az, ami mindig is nagyon jól ment a Pixarnak, tehát hogy a Toy Story-ban, Toy Story 2-ben, Toy Story 4-ben, tehát hogy ezek a klasszikus Randy Newman dalok, azok mindig ezt a szerepet töltik be, meg ezt a célt szolgálják, hogy mit tenni, ugye a Toy Story 2-ben, csak mert azt láttuk legutoljára, ott a Sarah McLachlan által énekelt dala, a Jessie-nek a dala, ami szintén a montázsal együtt elmesél egy teljes karakter életutat. Szörnyerté szintén jól működik. És szerintem igen, ez a dal használat, meg a dalírás világít rá arra, amit mondasz, Szabolcs, nagyon jól, hogy a Pixarnak a legnagyobb erőssége tényleg az, hogy pofon egyszerű mondani valót, pofon egyszerű témákat dolgoz fel úgy gyerekbarát módon, hogy nem leereszkedik a gyerekekhez, nem leereszkedő stílusban, meg kioktató módon, hanem a gyerekekkel együtt örülve, a felfedezésnek együtt örülve, együtt felfedezve a dolgokat, egyszerűen együtt a gyerekekkel lélegezve tud feldolgozni olyan témákat, amelyek valóban nem komplexek, de igényelnek némi megfejtést. Én azt szeretem, hogy komolyan veszi. Komolyan veszi a nézőit. Igen, és hogy komolyan veszi azt, hogy
és a téteket, meg mindent, ami ezekkel az egyszerű tétekkel, egyszerű témákkal kapcsolatban előkerül, meg úgy általában véve a mondani valóját, az tényleg komolyan veszi abban az értelemben, hogy nem csak oda, nem csak a gyerekeknek a kioktatása kedvéért fűzi fel erre a cselekményt, hanem amit elmond, az érzelmileg autentikus, a téteket tényleg komolyan lehet venni, és tényleg akármennyire egyszerűek ezek a mondani valók, akármennyire egyszerű végcélokat tűz ki magának a film, mivel ennyire érzelmileg autentikusan csinálja, ezért működnek. Még felnőttként is, meg gyerekként is. És nem vált ki ellenségességet a nézőjéből az, hogy mennyire, nem tudom, hülyének nézi a nézőt. Igen, és nekem nagyon, nagyon így a fejemben ring most a Fred Rogersnek az a fajta gondolkodása, vagy szemlélete. Tehát a Fred Rogers, aki a nagyon jó párhuzam. 20. század közepének egy meghatározó tévés a Levente gyerekműsor kész. Igen, a Levente Péterje. És ő úgy áll hozzá, róla van egy gyönyörű dokumentumfilm, de van egy még ilyen inkább, vagy még inkább gyönyörű film is, Marielle Heller rendezésében a It's a Beautiful Day in the Neighborhood. Ó, bocsánat, tényleg, igen, hülye vagyok. Igen, a Won't You Be My Neighbor, az pedig a dokumentumfilm. Ja, elnézést, köszönöm. És azt hiszem magyarul valami, hogy ilyen fura neve van, hogy a csodálatos barát, vagy valami ilyesmi. De ez most így nincs előttem, de hogy na, a Fred Rogersnek a gondolkodása az alapvetően az, vagy ő abból indul ki, hogy a gyerekekkel igenis beszélnünk kell arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki meghal, hogy a gyerekekkel igenis beszélnünk kell arról, hogy mit jelent az, hogyha egy-két szülő vagy egy szülő között annyira elmérgesedik a viszony, hogy ők elválnak. És nem azért kell beszélni velük, mert ezeket a témákat meg kell értetni velük, vagy a társadalmi vonzatait ezt nekik meg kell tanulniuk, stb. Hanem azért kell erről velük beszélni, mert ők ugyanúgy átélik a gyászt, ugyanúgy átélik a hiányt, ugyanúgy átélik ezeket az érzelmeket, és ezekkel az érzelmekkel egy szakembernek, egy gyermek szakembernek, és így és gyerekekkel foglalkozóknak, például a szülőknek, igenis foglalkozni kell. És szerintem szerintem az is rohadt fontos, hogy a gyerek azt érezze, hogy nincs egyedül ezekkel az érzéseivel is, és hogy ez nem egy rossz dolog, vagy furcsa dolog, hogy ő érez ilyen dolgokat. Igen, és a Pixar szerintem azért ebben nagyon jó, hisz nagyon sok olyan szülő van, vagy nagyon sok olyan idősebb testvér van, akinek mondjuk nem adatott meg az a képesség, vagy nem adódott meg az a szemlélet, hogy ezt képviselni tudják, hogy ezt kommunikálni tudják a gyermek számára, és nem mondom azt, hogy egy ilyen helyettesítő szerepe van a Pixarnak ebben, de hogy az egy nyelv tud lenni. Hogy, igen, így hogy van. Mennyire jó az, vagy mennyire sok segítség tud lenni mondjuk egy Toy Story 2, amiben szó van mondjuk az, hogy elvesztesz valakit, mondjuk a Jesse esetében, hogy elveszti az ő életében a legfontosabb szereplőt, azzal, hogy őt kidobják, például, uh-huh. vagy mennyire, tehát hogy az egy nyelvet tud adni a szülőknek, nyelvet tud adni a gyermekeknek is, hogy na azért tudok ez az érzéshez, vagy azért tudok ez a dologhoz kapcsolódni, mert hogy ugyanaz történik velem most, mint amit mondjuk a Jesse érez. És hogy ez egy ilyen nyelvet tud adni, és ebben a Pixar borzasztóan jó, és annyira jól érti, és annyira nagy áldás ez, hogy ez nekünk így megvan, és erről beszélhetünk, és erről ezzel foglalkozhatunk. Szerinted ez John Lasseternek köszönhető? Vagy nélküle is megőrzi ezt a Pixar? Mi lesz itt? Én nem vagyok egy nagy John Lasseter szakértő, yeah. Megmondom őszintén, nem igazán tudom ezt a történetet nagyon, csak azt Fega ennek az óriási szakértője, ő az, aki. Ez igaz. Majd egyszer vele meg kell néznem a Verdákat együtt. De hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy biztos amúgy, hogy nem látunk bele, hogy működött ez az egész helyzet, vagy hogy működött ez az egész világ, de azért
azért a Soulban, meg az Inside Outban itt tök tetten érhető az a gyógyulási folyamat, ami úgyhogy na, a Soulban érhető egyébként igazán jól tetten az, hogy mennyire kinyílt ezzel a világ, nem? Szóval, hogy a Lasseter érában, vagy a 2000-es évekből a Lasseter érában amúgy egy Soul nem készülhetett volna el. Ami ennyire nagyon jelentőség teljesen mondjuk az ilyen Black Experience-ről szól, vagy na, értitek? Tehát, hogy mondjuk biztos a Verdákkal így összehasonlítva. És ez annyira jó, és ez nagyon, tehát hogy ez egy ilyen fontos küldetés a Pixarnak, és ez az, ami nagyjá teszi egyébként a filmeit. Hát most végignézünk azokon a filmeken, amik tényleg nagyszerűek és masterpiece-ek, azok mind ilyen filmek, amik tényleg egy ilyen értelmezési keretet vagy nyelvet adnak gyereknek és felnőttnek egyaránt nagyon komoly érzésekkel. És egyébként szerintem a Verdák ebbe úgy illik bele, hogy egy ilyen nagyon egyszerű történetet mesél el arról, hogy igenis van hogy igenis végbe mehet rajtunk egy ilyen óriási változás, vagy végbe mehet mindenkiben egy ilyen óriási változás, és hogy tényleg el tudunk jutni arra, hogy nem én vagyok a központ. Tehát ezt tanítja meg a gyerekeknek, hogy nem én vagyok a központban, hanem azok az emberek a lényegesek, akik engem körülvesznek, vagy akikkel nekem kapcsolataim vannak. És ez egy ilyen jó, és nem egy olyan magas röptű üzenet, ez egy rémegyszerű film, csak közben erre nagyon nagy szükség van egyébként, hogy nagyon egyszerűen mondjunk el nagyon fontos dolgokat. Igen, egyetértek. Igen. Nekem jó, még egy kérdésem maradt igazából, ha más nincs, vagy nem tudom, van még egy téma, amit nem neveséztünk? Nekem még van egy téma, de az kifejezetten a vége, hogy itt átvettem az adásnak az irányítását teljesen. Azért félek, hogy mi lesz, ha elérjük az Andrej Rubljev adásnak a hosszát. Én azt várom, hogy a Szabolcs mikor mondja azt, hogy akkor most pedig elindulunk, és fejezetenként végignézzük a filmet. Na jó, akkor hallgatunk, Szabolcs. Nem, mondjad. Nem, én tényleg a végére hagyom az utolsó vonatban. Jó, mert én is igazából az van, hogy ugye itt szó volt a háromról már sokszor, ugye ott az egyébként úgy zárul le, csak hogy így lekerekítsük ezt a Verdák történetet, hogy ugye úgy zárul le, hogy elindul az utolsó versenyén a villám. Ezt még nem mondtam el, nem? Mm-mm. Tehát, hogy elindul az utolsó versenyén a villám, nem teljesít jól, nem tud mit csinálni, küzd, apait, anyait belead, izzad például, vannak ilyen pillanatok, és egyszer csak így kikanyarodik a pitbe, vagy ebbe a pitstopba, és csak így ráordít a társaira, hogy az az edző, aki vele van, és az egész filmben végig kíséri ez a fiatal lány, így rászól a csapattársaira és mindenkire, hogy rakják a lányra a kerekeket. Uh-huh. És hogy a Ramon gyorsan fesse rá a 95-ös számot, mert hogy a NASCAR szabályokban a száma fontos, és nem a versenyző. És hogy beküldi ezt a fiatal lányt, hogy ő versenyezzen. És ez egy nagyon fontos... Hát azok, akkor én minden közben másik autót küldenék be. Hát mi ez? De hogy ez így szubtextben is van egy ilyen így a Lasseter kapcsán, és szerintem, amit már említettem, hogy itt azért nagyon erőteljesen van, hogy az ilyen boomer fehér férfi átadja a stafétát a fiatal kisebbségi lánynak, ezt lehet ilyen identitáspolitikai keretben, vagy nem... ha ez jó ide, de hogy lehet egy ilyen keretben is értelmezni. De van ott egy nagyon fontos mondat, ami elhangzik, ami szerintem tökre jól lekerekíti ezt az egész történetet, vagy egy ilyen nagyon jó ívet ad, hogy folyamatosan visszakérdez ez a Ruiz, hogy miért? Cruz, bocsánat, nem is, miért beszélek így Cruz? Most már megnézem. Tehát folyamatosan visszakérdez, hogy miért Cruz, igen, miért csinálod ezt? És azt mondja a villám, hogy ez az utolsó versenyem, ez lehetne az utolsó lehetőségem arra, hogy nagy legyek, hogy versenyt nyerjek, meg nem tudom, de ez az utolsó lehetőségem arra, hogy ennek a Cruise-nak, ennek a fiatal lánynak megadja az első lehetőségét.
És az egy, ez szerintem egy nagyon erős mondat. És nagyon, nagyon jó, szerintem nagyon erősen lekerekíti ezt az egész karakterívét a villámnak, hogy igenis ennek a harmadik filmnek a végére nem csak azt tanulja meg, hogy mennyire fontos a közösség, hanem hogy azt tanulja meg, hogy az az élet, hogy más embereket hozunk helyzetbe, és hogy én felhasználom az én lehetőségeimet, privilégiumomat, erőmet arra, hogy én olyan embereket lökjek be olyan helyzetekbe, akik egyébként nem kapnak esélyt. És hogy egyébként a kifogó fürdő karakterje is ilyenek, hogy ezek ilyen sztereotíp, egyszerű, buta karakterek, nagy, tehát hogy most csak hangsúlyozom, de hogy ott is ennek a filmnek ez a lényege, hogy helyzetbe hozódnak ezek a karakterek, hogy őket megszeressük, és hogy ez ilyen tök szép, hogy így ér véget ez a karakterív, hogyha véget ér. Mert hogy ez a másik kérdés, csak ezt így el szerettem volna mondani, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen, hogy ezt mennyire szerettem ezt az egy gondolatot és mondatot. És a másik, hogy viszont lesz a Disney Plus-on sorozat, Verdák sorozat, igen. Komolyan. Ami arról szól, hogy a Villám és a Matuka egy ilyen cross-country, igen, egy ilyen cross-country utat tesznek. Tehát, hogy így körbejárják a Verdáknak az Amerikáját. És erről szól a sorozat, ennyit tudunk, érkezik a Disney Plus-ra, és hogy erről mit gondoltak így ez alapján. Tehát, hogy ennyi. És december 10-én... És Owen meg minden visszajön? Nem tudom. Tehát, hogy ez van Wikipedia-n, meg ezt is hogy december 10-én 2020-án bejelentették, a Pixar bejelentette, hogy egy animációs sorozat készül 2022 őszére tervezve, főszereplő Villám, McQueen és Matuka, akik körbejárják az országot, régi és új barátokkal találkozva, és hogy ez fejlesztés alatt áll, és hogy a Disney Plus-on fog megjelenni. Én azt mondanám, hogy ez rókabőrlehúzás. Összetöröd a szívem itt. Én nagyon cinikus öregember lettem itt a karantén alatt. András, mondj valami jobbat, mint én. Próbálkozom. Nem tudom, de szóval, hogy az van, hogy nekem... Már csak kontentet gyártanak erre a nyomorú Disney Plus-ra, az a probléma. Az teljesen egyértelmű, de hogy most csak a Verdáknál maradva azon gondolkozom, hogy én ugye most láttam először ezt a filmet, és hogy inkább tetszett, mint nem tetszett, tehát hogy azok a kritikák, amiket így én is megfogalmaztam, meg amiket ti is megfogalmaztatok, és így kb. Majdnem mindegyikkel én is egyetértek, vagy osztozom bennük. Ezzel együtt egy nagyon kellemes és kedves emlékként fog szerintem megmaradni bennem ez a film, de nem ösztönöz igazán arra, hogy bővíteni akarjam magamban ezt a világot, vagy hogy... Nem úgy akarjam, hogy mi van még ebben a világban. Igen, hogy be akarjam járni a zugait, és bár nagyon kedveltem a Matuka és a Villám párosát ebbe a filmet, tehát egy szerethető kis páros volt, de ez a két óra nekem belőlük is így elég volt, sajnos, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy Szabolcs, te ott leszel a Disney Plus előtt? Nem tudom. Szerintem egyébként vannak potenciálok ebben a történetben. Egyszerűen amiatt, hogyha megőriznék ezt az ilyen amerikai identitást, vagy ez, tehát hogy ez, hogyha az az allegória maradna, hogy ez az amerikai kultúráról szól igazából, akkor szerintem izgalmas vonulatokat lehetne hozni erről, hogy mit jelent ez az amerikaiság. Mondjuk ez biztos, hogy bemutathatja olyan részeit is Amerikának, ahol nem fehér emberek, nem fehér embereket jelképező autók laknak, és ez egy érdekes világ lehet. Ugye. Igen, csak nem tudom, hogy ebben a autókultúrában egyébként van-e több. Hát meg, hogy kilépnek-e ebből az 50-es évekbeli eszményített világképből. Biztos, biztos, biztos. De hogy akkor meg működik-e egy Verdáknak a modernizált változata, meg akarjuk-e azt látni? Tehát, hogy hiába fogalmaztam meg én is ezzel kapcsolatban a kritikákat, de nem biztos, hogy az ugyannyira érdekelne, mert... Egy Nomadland a izékkal, Verdákkal.
Nagyon jó, megvettél, kész. Nem is fejezem be a mondatomat, mert ezzel meg is vettél. Igen, és csak egy mondatot akarok mondani még ezzel kapcsolatban. Ezt így kiírtam, és hogy ilyen viszonylag büszke voltam magamra, hogy ezt így összeszedtem. De hogy így hogy a Willem McQueen az így ő az amerikai sztereotípiából az amerikai példaképé válik. A filmben az egyénből közösség lesz, és a szemtelenségből törődés. És hogy szerintem ez így az ilyen filmnek a szívét, az így szerintem tökre jól. Ez szép. Nagyon szép jó összefoglalja. Uh-huh. Főleg az individualizmust és az amerikai álmot dicsőítő kultúrában szerintem ez nagyon jó kis üzenet. Uh-huh. Úgyhogy ez az én. Nagyon köszönöm, hogy ezt mindezt elmondhattam, hogy ez egy ilyen átvettem itt a... Nagyon szívesen. Én tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy ezért a filmért. Igen, mi örültünk neki. Én tényleg borzasztóan hálás vagyok nektek. Mármint amúgy is hálás vagyok nektek, mert csodálatos emberek vagytok. De hogy meg csodálatos ez a podcast, meg a hallgató is csodálatos, hogy ő is érezze jó magát, ne csak mi. Bárcsak csodálatos autók lennénk, azért az lenne az igazi, nem, Szabolcs? Igen. Igen, de hogy tényleg nagyon hálás vagyok őszintén, hogy mert most ez az én szeretetemet is egy kicsit így újraindította ez iránt a film után, és hát, hogy meg is nézem most így. De hogy nagyon hálás vagyok, hogy ezeket a gondolataimat itt megosztottam veletek és a világgal, és hogy Willem McQueen örömhírét átadhattam. Mi egyszerűen nagyon boldogok vagyunk, hogy hallhattunk erről a filmről mesélni, igen. Mert nekem nagyon sokat adott hozzá amiket te elmondtál a filmnek. Igen. Értékeléséhez, ahhoz, hogy én hogyan tudok viszonyulni ehhez a filmhez, úgyhogy én maximálisan örülök, hogy annak is, hogy megnéztük egyáltalán. Tehát, hogy, és szerintem, hogyha nem veled nézzük meg nem veled beszéljük át, akkor, és egyszer valahogy mégis rászántam volna magam valamikor, hogy megnézzem, akkor biztos, hogy ezerszer kevesebbet nyújtott volna, mint így, úgyhogy én köszi. Egyetértek minden szavaddal, András. Jól van, hát sikerült egy közel Andrei Rubljov adáshosszúságra. Egy kérdésem maradt a végére. Nyújtani, és még nincs vége az adástak. Ki mondjad. Animálja a végén a moziba kerülő animációs filmek? Folytasd, András. Nem, nincs. Nem tudom, ezt nem lehet folytatni. De annyi kérdés van, ki építi az autókat? A helikopter hogy működik egyáltalán? Most csak így kattingotok össze-vissza a filmbe, hogy akkor ugye itt vannak a traktorok, ők igazából állatok. Ez mit árul el, hogy minden... Tehát, hogy meg ugye a bogarak. Minek aratják le a búzát? Ki eszi meg a búzát? Tehát, hogy... És hogy érted, ott vannak a bogarak, tudod, akik ilyen... Igen, autobogarak. Aki bogár, szóferint bogár. Aki akkor a szélvédőre így felcsapódnak. Akkor az gyilkosság. Akkor azért... Azokat valaki megépíti, vagy azok születnek? Vagy kikelnek? Mi történik velük? A vonatot majd te is kockázat ki, Szabolcs, hogy azon van-e szerinted is személyi vagon, vagy az csak teherszállító? Vonat volt, vagon, valahol vonat. Igen, tudod, amikor a Willem McQueen a faluba be, amikor menekül a rendőr elől. Vonat. Hát a vasúti átkelőn, amikor áthajt így az utolsó pillanatban. Ja, de nem jelenik meg vonat, nem? De majdnem elüti. Nagy része teherkocsi szerintem. Ja, igen, és ott ilyen mortusan néz, az olyan édes. De én ezt nagyon sokszor kikockáztam, hogy szerintem van ott azon, van olyan kocsi, amin ablakok vannak. De ki ül rajta, ki utazik rá? Annyira jó. És tényleg, de tudjátok, melyik a legizgalmasabb, amikor így kinyitják a garást, és akkor tényleg ott van a növény, van növény, tehát, hogy növények vannak, állatok nincs. Tehát, hogy annyira ilyen, tényleg batshit ez a világ, és nagyon vicces, és hogy tudjátok, az a vicces, hogy a kettőben, ami ugye tényleg csak erre megy, hogy minél randomabb dolgokat összerakjunk, ott ez így szor ezer, csak hogy nem jó, mert itt még pont annyira ilyen egészséges menetben van, vagy egy ilyen egészséges batshit az egész, de hogy a kettőben ilyen, tényleg ilyen Ottila királynő, és akkor a királynő ilyen klasszikus Bentley, vagy nem tudod, hogy ilyen... Ezt már nem tudtam értelmezni, nem tudta, hogy Bele Péter, nekem ez már nem...
Nem, jaj, bocsánat, ez not compute. Ezt a logikai ugrást nem tudtam van megtenni. Még, van még kérdésetek? Nincs. Nincs. Nincs, és ugyanakkor csak kérdésünk van. Pontosan, igen. Ja, és igen. Várjatok, bocsánat, hogy ti hogy értékelitek a bajuszt ezeknek az autóknak. Jaj, a bajuszos gag a legjobb, a bajuszos gag a legjobb, amikor leesnek a bajuszok leesnek róluk. Ennyit tudok elmondani, amúgy nagyon jó szerintem az, hogy van a bajszuk, ugye ez mégis az a hűtőrács, nem? A bajusz, igen. Szerintem tök jó poén. De egyébként ez is milyen izgalmas, hogy egyfajta ilyen régi új, meg ott van. Szóval van ilyen osztálytudat az autókban, hogy van az elit, van az ilyen közé, és vannak ezek az ilyen csóró tragacsok, mint a... És igen. Akkor a rozsdás autók azok valójában ilyen leprásak ebben a mert ugye leestek ilyen dolgaik, testrészeik. Egyébként tudjátok, hogy hívják a rozsda céget, ami a szponzora a villámnak? Ja, hogy is hívják, várja valami. Ugye a Rust Ease. Rust Ease. És ez magyarul rozsdamaris. Nem. Ne. Nem. Nem. Ennyi? Nem. Ja, egyébként igen, a magyar szinkronnak a kreativitására. Én is találtam példát, amikor szóba hoztad, hogy ilyen autós gegek, autós szóvicekkel van tele, akkor közben még valamelyiket több beszélt rákerestem, és így van egy teljesen random kiragadott részlet, amikor így az egyik városbeli lakó, ugye a bumper, mi az, a lökhárítóra rácsap az egyik autónak egy ilyen matricát, és akkor azt mondja az angolban, a little something to remember by, tehát semmi poén nincs a mondatban. Az a magyarban úgy hangzik, hogy aztán jó légy kis fidi busz, vagy valami ilyesmi. És ott a busz ki van emelve. Fidi busz. És van egy jelenet, ami egy ilyen borzasztóan megbocsáthatatlan szerintem. Az elején van. Mikor a grupik megjelennek, és flash-elnek, az megvan? Uh-huh. Igen. Borzasztó. Na, az bűn. Tehát az, amit kivágnék a filmből. Tehát, hogy az nem idevaló. Aha. Uh-huh. Az fura, az biztos, igen. Viszont ha már flash-elés, akkor viszont szerintem tök poén, hogy a Volkswagen kis busz, az tényleg a 70-es évekből nem emlékszik semmire, vagy a 60-as évekből. Igen, amúgy az egész, szóval, hogy az is vicces, hogy ott, amúgy George Carlin, hát mennyire... George Carlin. Én azt, amikor láttam, hogy utólag, hogy ő volt angja, én ezt nem tudtam értelmezni. Mármint, hogy így annyira ledöbbentett. De hogy csak azért vannak ott, érted, hogy elmondják ezt a három poént, hogy háború meg hippi. Nem? Igen, tényleg abszolút. Mert egy OneNote nagyon igen. Ja, és még egy érdekesség, hogy a filmben az eleje ilyen nagyon halvány, vagy szintelen, ahogy amikor a kipufogó fürdőt látjuk, és minél inkább halad előre a történet, annál inkább színesedik ki. Vagy annál élénkebbé válnak a színek, mert mi is villámmal együtt annál inkább megszeretjük. Ez jó, te király. Ennyi most így, ez kiégtem. És akkor meghaladtuk most már az Andrei Rubia vadás hosszát. Végre. Vagy nem tudom, meghaladtuk, erre közel járunk, úgyhogy vízre nem mennyire, közel járunk. Amúgy ez mennyire dick move, hogy mikor kihívja a doki a... És még nincs vége. A riportereket, nem? Aztán nagyon fura volt ez a húzás. Én ezt akartam is említeni, hogy nekem az azért tetszett, mert hogy így az volt az egyetlen olyan mozzanat a filmben, ami egy picit ilyen kimozdult ebből a nagyon egyértelmű fekete-fehér, tudjuk, hogy ki jó, ki nem jó, ki éppen hol tart így a saját megjavulós útján. Hogy azt hittem, hogy ezt a Richard Kindék hívták ki, hogy eszébe jutott oda haza, hogy az volt a villám. Nem, az a doki. Elsőre én azt hittem, hogy az történt. Ott van a végén, hogy odaszól a riporter, hogy köszi a telefont. Nekem ez kifejezetten tetszett amúgy, hogy így hogy a dokinek a karaktere így egy fokkal keserűbb lett, mint amilyennek addig tálalta a film. Inkább az volt a fura, hogy utána nem nagyon láttuk azt, hogy hogyan fordul vissza a villámnak az oldalára. Értitek? Tehát, hogy ott utána már csak azt látjuk, amikor felbukkannak mind a versenyen. Igen, hát ez az, amit mondtam, hogy szerintem ezért nagyon jelentőség teljes a harmadik részben az a jelenet, uh-huh. Ami ugye itt nincs. Igen. De hogy ugye sose kaptunk olyan pillanatot, amivel látjuk őket
egymással jóban. Igen. És erre csak így érezzük. Ja? Igen. Szóval Pixar Tarkovsky 1-0. Kiütéses győzelem. Oh boy. Köszönjük szépen, Szabolcs, hogy itt voltál velünk, és itt vagy velünk még mindig. Igen. Nagyon köszönjük. Oszd meg a hallgatóinkkal, hogy hol zaklathatnak téged még bónusz Verdák kontentért. Két felületen, az egyik a Twitter, nagy és alsó vonal, tehát ott megtaláltok, ott nagyon hangos vagyok, és gyakran írok mindenről. Lehet, hogy mostanában lehet csinálok egy ilyen Verdák threadet itt a jegyzetből, hogy megmaradjon az utókornak. Amit nem tudtál elmondani. Szóval nem volt lehetőség. A másik pedig Facebookon tudtok megtalálni, a Keresztény Kultúra oldalon, ahol a kereszténységgel és a kultúrával kapcsolatos, és ennek kapcsolódásával, határterületeivel foglalkozunk többet magammal. Ez a kettő. Be fogjuk linkelni, be lesz linkelve a show notes-ba, a Twitter-el és a Keresztény Kultúra Facebook oldala is, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, akkor csak kattintson a jegyzetekre. És akkor jövő héten nem tudom még, hogy mivel fogunk foglalkozni, mert nem szerveztük le egyelőre a következő vendégünket, de ahogy tudjátok, minden második héten új vendéget fogadunk a Vagfolt Podcastban. Először megnézünk egy hiányosságot tőlük, aztán pedig egy kedvencüket. Úgyhogy jövő héten egy új hiányosságot fogunk pótolni. Uh-huh. Addig bennünket elérhettek a szintén a Twitteren, a Vagfolt Podcastra rákeresve, illetve a Facebookon is van oldalunk, a Vagfolt Podcast, de most már inkább a közösségünket építenénk, a Facebook csoportunkat, úgyhogy keresetek rá a Vagfolt Podcast társalgóra, ahol nagyban zajlik a March Madness, a 32 év alatti színész közül próbáljuk meg kiválasztani, ki a legtehetségesebb, hogy a végén aztán megnézzünk tőlük valami filmet, a győztestől már mint. Van ezen kívül a YouTube oldalunk is, ott is keresetek rá YouTube-on a Vagfolt podcastra, és feliratkozhatok ránk ott is, illetve hát, hogyha inkább egy podcast appot preferáltok, akkor az Apple podcast-en, a Google podcast-en is fenn vagyunk, meg a Spotify-on is, és mindenféle egyéb alkalmazásban ránk kereshetek, és iratkozhatok fel ránk. András, téged hol találnak meg a hallgatóink? Twitteren a Gaines, G-A-I-N-E-S, és egy alsóvonás, illetve rendszertelen időközönként az epic.hu-ra szoktam írni, illetve Fegával a Fanboy híradóra, most épp ott befejeztük a Better Call Saul, de fel akarjuk venni néhány régebb óta elengedett fonalat korábbi sorozatokkal, úgyhogy hogyha az aktuális lesz, akkor azt majd még kiemelem. Nagyszerű, én itt csak a Twitteren írogatok, twitter.com/freevo, 2e meg óval írva, és Letterboxdon a Vagfolt címkére kereshetek rá, és a Letterboxdon ti is logoljatok le a saját Vagfolt pótlásaitokat velünk együtt. Úgyhogy jövő héten jövünk egy új vendéggel, Szabolcsnak nagyon köszönjük az elmúlt két hetet, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, szép életet!